Köszöntök mindenkit, szervusztok! Ez a Frisbee TV YouTube csatornán a Frisbee Hajdú Péterrel című műsor különkiadása. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára. Magyar Péter a Partizán című internetes műsorban robbant be a köztudatba, ahol még a politikai igazságtalanságoktól a volt feleségét védő férj szerepében mutatkozott be. Azóta bejelentette, hogy pártot alapít, sőt, egész pályás letámadásba kezdett, nem csak a kormány, hanem ex-felesége Varga Judit ellen is. De ahogy mondani szokták, hallgattassék meg a másik fél is. Magyar Péter sztoriát már ismerjük, ma este következzen Varga Judit története. Elfogadta meghívásunkat, Varga Judit volt igazságügyi miniszter. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Tegeződni fogunk, mert megbeszéltük a műsor elején, hogy tegeződünk, de szerintem a pertot nem kell magyarázni senkinek. Szervusz Péter! Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és szeretném leütni az alaphangot. Nagyon nehéz helyzetben vagyok most, mert nem szeretném, hogy ez az interjú a Rogáni propaganda részeként legyen megemlítve a sajtóban. Ezért az indiszkrécióért előre is elnézést kérek, de engem csak akkor fogsz tudni meggyőzni, illetve a nézőket akkor fogod tudni meggyőzni, hogyha a házasságod, illetve a Magyar Péterre való kapcsolatod mélységébe bepillantást engedsz. Ez csak így fog működni, mert jelen pillanatban az a helyzet, hogy a volt férjed, akinek politikai ambíciói vannak, mindent elkölt annak érdekében, hogy a híveit maga mellé állítsa. Ha csak a tegnapi napból indulunk ki, ami ugye arról szólt, hogy a kettőtök közötti privát beszélgetéseteket nyilvánosságra hozta, és feljelentést tett a központi nyomozó főügyészségen. Ezt a lépését te hogy értékeled? Nem kívánom senkinek, hogy valaha ilyen helyzetbe kerüljön, hogy a házastársa róla titokban hangfelvételt készít azzal a célzattal, hogy zsarolja folyamatosan, mert a Magyar Péter azt nem politikai céllal készítette azt a hangfelvételt, és nem is azért, hogy engem megvédjen, hiszen ezzel engem folyamatosan zsarolt. Először azért, hogy ha elmerek válni, akkor feljelent, és ez bizonyítani fogja. Utána, hogyha bármi történik az ő pozícióival, és én nem intézkedem, akkor szintén valamiféle hangfelvétellel fog előjönni. Legutóbb meg azt mondta, hogy ha a nyilvánosság mellé merek állni azzal, hogy nekünk milyen házasságunk volt, például a HVG megkeresésekor azért eléggé megijedt, és rögtön írt nekem, hogy ha én nem mondom azonnal a HVG újságírójának, hogy ez egy egyszerű, szimpla családi veszekedés volt, nem több, és nem állítom le őket, akkor szintén rosszul fogok járni. Tehát én ismerem ezt a mintázatot, de azt azért hagyd szögezzem le az elején, és ez szerintem a kérdésre válasz is lesz, hogy miért vagyunk itt, hogy eleve maga a helyzet szörnyen megalázó számomra. Mert én egy komoly embernek tartottam magam, egy jogász vagyok, beszélek nyelveket, és büszke voltam arra, hogy Magyarországot képviselhettem a brüsszeli vitákban, és mindig igyekeztem távol tartani magam a bulvártól, és egyáltalán nem szerettem volna a magánéletemnek a borzalmait, a személyes poklomat bemutatni az embereknek, mert én nem azért voltam a magyar kormány tagja, hogy nekem egy ilyen szörnyű házasságom van, és azt bárki lássa, hanem azért, mert volt egy olyan szolgálat, amire engem felkértek, és én azt nagy tisztelettel és nagy örömmel próbáltam ellátni. De amiért én itt vagyok, az az én családom tisztességének és igazságérzetének a védelme. Mert eleinte azért néztem, hogy mit csinál Péter a médiában, a közéletben. Már akkor nagyon-nagyon nehéz volt édesanyámnak, édesapámnak azt elviselni, hogy minden egyes cikk, ami Magyar Péterről szólt, az úgy kezdődött, hogy Varga Judit volt férje. És édesapám felhívott már szinte síró hangon, hogy Juditkám, kérlek, állítsd le az újságírókat, mert ez minket annyira megaláz, hogy ezzel az emberrel téged még mindig összefüggésbe hoznak. Szenvedtünk már tőle eleget, elváltatok, most már olyan jó lenne, ha élni a külön életét, és nem használna a te nevedet semmire. Még akkor is én tudtam, hogy ezzel úgyse tudok semmire menni, hát most nem hívhatom fel a Telexet, hogy legyenek szívesek akkor lehagyni az én nevemet, mert Magyar Péter ezzel szerzett magának kattintásokat az elején, nyilván az induló politikai karrierjébe. Még ezt is el lehet viselni. De amikor
arról a fájdalomról, amit az ember hosszú éven át, főleg a lelki kegyetlen bántalmazások és játszmák éveikben, meg ezekben a szörnyű családi drámákban átél, és végre az ember megszabadul, és kezdhetni az új életét, és oda megy valaki a nyilvánosság el, és azt mondja, hogy ja, ez egy olaszos házasság volt, de szeretetteljes volt, meg sírtunk a Montóperen. Tehát amikor hazudik arról a szörnyű bűnről, ami a mi családunk számára egy hatalmas fájdalom volt, akkor úgy érzem, hogy tartozom annyival a saját szüleimnek, a nővérem családjának, aki nagyon sokat segített, a gyerekei, akik ott álltak az én gyerekeim mellett, hogy ezt helyre kell tenni. És akkor el kell mondani, hogy Magyar Péter nem feltétlenül az az ember a magánéletében, akit ő akar mutatni a külvilágnak. És hangsúlyozom, ez nekem nagyon megalázó, hogy itt vagyok, mert ezt a családi poklot szerintem nem kell, hogy a magyar emberek olvassák. És biztos vagyok benne, hogy sok ilyen típusú történet van. Az az érdekesség, hogy én egy időszakban Magyarországnak az igazságügyi minisztere voltam, de sok olyan jelenet volt az életemben, akár egy nevelési tanácsadóban, amikor elsírtam magam, amikor azt mondta a hölgy, hogy ez hihetetlen, hogy maga ilyeneken megy keresztül, és közben Magyarország igazságügyi minisztere. Judit, bocsánat, tehát nyilván ne rohanjunk ennyire, mert egy boldog kapcsolatban éltél, és az, hogy itt vagy, azt köszönöm szépen, és én szeretném, hogyha meg tudnál engem arról győzni, de főleg a nézőket, hogy te egy bántalmazó kapcsolatban éltél, és ez nem annak szól, hogy mostanában Magyar Péter tömegeket tud az utcára hívni. Amikor ez a privát beszélgetés történt kettőtök között, akkor nem volt gyanús, hogy tehát ti mindig úgy beszélgettetek, hogy gyakorlatilag te a mondat második részét mondtad csak? Tehát az egész nekem annyira nem volt életszerű. De nem ezzel van a legnagyobb problémám. Azzal van a legnagyobb problémám, hogy milyen kapcsolat volt a tietek, hogyha a volt férjed egy olyan szenzitív témáról beszél, ahol szóba kerülnek a főnökeid, szóba kerül a te munkád, és ezt ő rögzíti. Tehát nekem emberileg van ezzel problémám, mert akkor még nem lehettek, és nem voltak politikai ambíciói. Ugye az ő életében az Origó, a kegyelmi ügy, erről majd beszélünk, arról a posztjáról, amit ugye akkor kitett, és miután behívta Gulyás Márton a Partizánba. De hogy milyen indítatásba vette fel szerinted azt a beszélgetést? Péternek ez visszatérő, nem is tudom, monológia volt, vagy párbeszéd eleme, amikor veszekedtünk, hogy majd kiderül ez az egész, hogy tudom, hogy te most üvöltözöl épp a gyerekekkel, és akkor én ezt majd felvettem, és majd nyilvánosságra hozom, és majd megbuktatlak. Tehát ő állandóan ezzel zsarolt engem eleve a mindennapjainkban, hogy használta azt a pozíciót, amit tudta, hogy nekem fegyelmezetten kell azért ellátnom, hiszen mégiscsak egy miniszteri széknek a méltóságáról van szó. És ezért mindig ezzel próbált sokban tartani, hogy ő majd kitálal az otthon történtekről, és ezért nyilván volt egy nagyon furcsa, szürreális visszás hangulata már, amikor miniszter lettem ezeknek a veszekedéseknek. De a veszekedéseknek az alapja, az sokkal régebb óta kezdődött, volt egy nagyon furcsa, én nem is tudom, hogy kell ezt bemutatni a külvilágnak, 16 évnek a felépülő lelki bántalmazó mintázatát. Mert természetesen, amikor indul, akkor nem úgy néz ki ez az ember, mint ahogy ma kinéz. És hogyha most lennék 27 éves, vagy 24 éves, amikor egyébként őt megismertem, és így nézne ki, így viselkedne velem, így beszélne velem, akkor nyilván a közelébe sem mennék. De hogy viselkedett, amikor megkérdezett? Elbűvölő. Mint ahogy egyébként most a színpadon viselkedik. Vonzó külső, megnyerő beszéd, intelligens mondatok, Petőfi idézetek, lánglelkűségnek a látszata, ami nekem nagyon imponált, mert én is mindig érdeklődtem a közélet iránt, szerettem a történelmet, múzeumokba jártunk, tüntettünk Gyurcsány ellen 2006-ban, tehát hogy volt benne egy ilyen elragadó, ezt ugye a szakirodalom love bombingnak hívja, hogy minden jött, látványok, utazások, versek, szép szerelmes levelek, idézetek, olyan minden olyan nagyszerűnek tűnt, és én tényleg beleszerettem ebbe a jelenségbe.
És amikor már komolyodott a kapcsolat, meg nyilván egy szerelem is volt az ember 20 évesen, azért hajlamos arra, hogy szerelembe essen, főleg, hogyha egy vonzó külső is. Egyébként nekem azok a pimasságok, amiket ma már egyébként nagyon durva gúnynak, gonosz, rossz hiszemű megjegyzéseknek tartok, mert már rájöttem, hogy ez az intelligencia igazából csak a rossz hiszemre lesz felhasználva, és csak kár örvendeni láttam egyébként a volt férjemet kedvesen, örömmel nevetni nagyon ritkán. Az elején ezek ilyen kis neveletlen, kisfiús pimaszságoknak tűnnek, és hogyha az ember egy empatikus, nagyon szerető közegből jön, ahonnan én jövök, egy fantasztikus, szerető családom van, egy diósgyőri millióben, a Bükk lábainál, tehát nekem tényleg a gyerekkorom mindent megadott arra, hogy egy nagyon szép, tartalmas, szeretettel megtöltött életet élhessek. Az nem biztos, hogy felfedezi ezekből a jelekből, hogy emögött a lelketlenség és a teljes empátia hiány és a manipuláció áll ezek mögött a látványok és elemek mögött, ami mondom a szép kézzel írott szerelmes levelek, versidézetek és a nagy tervek az életbe. És amikor jöttek az első jelek, hogy nézd már magadra, olyan vagy, mint egy egysejtű fakocka, akkor az ember úgy belenyilal, meg ilyet tőle, hogy ezt de, most miért mondtad így a semmiből. De bocsánat, miért mond ilyet a szerelmének egy férfi? Hát igen, ezt egy úgymond egy normális ember, vagy egy racionális empata úgy nem is tudja érteni, de... De milyen szituációban hangzott ez a mondat? Nagyon sokféle szituációban. A legfájóbb, a legkegyetlenebb az volt, amikor az első gyerek megszületett, mert ugye közben az ember megy előre az élettel, hozza a döntéseit, például hozzámegy egy ilyen emberhez, mert még a furcsa beszólások ellenére is azt gondolom, hogy nem baj, mert a családunk szeretete majd ezt majd kineveli belőle, vagy megváltozik. Hát látja, hogy milyen jó minden, milyen szépen alakul az életünk. És akkor megszületett az első gyerekre, az volt az első igazán nagy tördöfés a szívemben, de akkor már házasok voltunk, és volt egy gyerekünk, hazavittük a kórházból a kisbabát, és én nem tudtam betelni a gyönyörrel, hogy volt valaki, vagy most van valaki, aki még nem volt az előtt. És így járkáltam be a gyerekszobába, és mondtam, hogy Péter, nézd már meg, milyen gyönyörű ez a gyerek, mert nyilván a hormonok is fiatal szervezetemben ott dúltak, és nagyon boldog voltam. És ott ült bent a nappaliban, és rám nézett, mi van, nem bírsz összerakni egy normális magyar mondatot? Nem értel nyelvtanórára, szövegértési problémáid vannak? És annyira nem értettem, hogy ez hogy jön abban a szituációban, ebben a nagy boldogságban, amikor éppen gyermekkel adományoztam meg a férjemet, ezt mindig utálta ezt a kifejezést, azt mondja, mi az, ez egy biológiai tény, hogy szültél, mi az, hogy megadomány, vagy megajándékoztad a kapcsolatunkat. Tehát ebben is kritizált, hogy nem lehetett ilyen szép érzelmes, szeretetes mondatokat használni. Mindegy, ez elhangzott, hát én ott persze ott a szoptatás hormonjai között én ott teljesen összetörtem, és elkezdtem sírni, és utána jött a konyhába, és mondta, hogy sírjál, majd elmegy a tejed. Tehát ilyenkor az ember úgy, nyilván egy pár órára, néhány napra bezárkózik, és próbálja feldolgozni magában, hogy mi történt. De itt jön a következő trükk, hogy aki empata, az empata a lelkiismeret eszközeivel tud csak operálni a saját életében. És a másikról is azt feltételezi, hogy ha nekem így fáj ez, és én tennék ilyet más emberrel, akkor nyilván megölne a lelkiismeret furdalás, hogy másnap én bocsánatot kérjek, vagy rendezzem ezt az egészet, és próbáljak úgy élni a jövőben, hogy ilyenek ne forduljanak elő. És ezek általában nem következtek be, hanem úgy tett másnap, mintha nem is történt volna semmi. De amikor rájött, hogy ezzel engem nem tud játékban tartani, mert én egyre magamba zárkózom, egyre többet sírok, egyre inkább felteszem a kérdéseket, hogy miért kell engem bántani, amikor igazából megfőztem az ebédet, éppen most megyünk, nem tudom, utazunk valahova, nyaralunk, hogy miért jó az neked, hogy állandóan olyan hangulatban élünk, hogy én mindig csak hibákat tudok elkövetni. És akkor ő ezt észlelte, és akkor tudott nagyon szépen könnyek között bocsánatot kérni, megfogadni, virágot hozni, elhalmozni minden figyelemmel, mondjuk egy-két napig. És akkor látta, hogy újra stabilizálódott a helyzet, akkor kezdődött újra a játszma. De ilyen pici beszólásokkal. Vagy például, ha az édesanyámmal telefonáltam, én nem a legjobb fajta gyerek vagyok, itt bevallom töredelmesen, körülbelül 4-5 naponta szoktam felhívni az édesanyámat, a nővérem minden nap felhívja, de még így is, akkor beszéltem vele, már hozzászoktam, hogy inkább elbújok, mert végig piszkált és kommentegett, hogy milyen proli témákról beszélgetünk, mit kell azzal a debil anyámmal beszélni. Vidéki proli... Úgyhogy édesanyját hallotta? Nem hallotta, de én hallottam, és zavart folyamatosan, ahogy telefonáltam. És mondtam, hogy kérlek, hagyd már végén, miért beszélünk mindig az ételekről, ha a szüleim megkérdezik, hogy mikor várhatnak minket karácsonyra, hogy készüljenek, mondjuk december 15-én ezt megkérdezték. Péter egészen 23-áig lebegtette a választ, és én már nem mertem felvetni ezt a kérdést, mert tudtam, hogy csak veszekedés lett belőle, de igazából nem is értettem, hogy ez miért kell, hogy probléma legyen egy embernél. Nagyon sok gyerekkori barátommal
nem tudtam a kapcsolatot már tartani, nem csak azért, mert ugye vidéken nőttem fel, és a fővárosban, meg Brüsszelben dolgoztam, hanem azért is, mert amikor összejött volna egy osztálytalálkozó, akkor kérdezte, hogy mit kell azokkal a prolikkal találkozni. És ugye ott voltak a gyerekek, meg szoptatás, úgy eleve nehéz így is, de ha még a férjem sem támogatta azt, hogy találkozzam velük, meg így beszólt, akkor az ember úgy mondta, hogy jó, akkor úgyis van elég dolgom, akkor most írok nekik, hogy sajnos nem tudok menni. És még az is visszatérő elem volt, hogy neked nincsenek barátaid. És ez annyira fájt, és hogy az ember elkezdte mondani, de vannak barátaim, miért, ki a barátod, kivel találkozik, és mondom, ne haragudj, itt épp főzök, mosok, van három gyerek, dolgozom, és most az embernek nem az az életszakasza van, hogy minden nap elmegy bulizni a haverjaival, de nekem ott vannak azok a több éves barátságok, amik 20 év után is ugyanúgy fognak folytatódni, ahol abba hagytuk, meg minden ember más. Én sok idős tanárommal is tartottam egészen a halálukig a kapcsolatot, tehát nem feltétlenül csak a korosztályomból voltak jó emberi kapcsolataim. Ezeket mindig gúnyolta, és mindig azt mondta, hogy neked nincsenek barátaid, bezzeg nekem. És én nem értettem, hogy miért kell elvileg egy házasságban a gyerekeim anyjával így beszélni, hogy minden nap valamiért ki kell kapni. És akkor elmentem a nővéremékhez, és láttam, hogy belép a férje a lakásba a munka után. Szervusz, Andikám, megjöttem, és megölelték egymást, megpuszítek egymást. Ilyet láttam én is otthon, ilyet láttam a nővéreméknél. Nálam meg még köszönés se volt, de nem azért, mert én nem köszöntem. És egy fonák világban kialakul az életed. De ne haragudj, Judit, de amit te elmondasz, az egyelőre számomra azt nem tükrözi, hogy Magyar Péter egy narcisztikus személyiségzavaros ember lenne. Az elmondottak alapján én azt tudom mondani, hogy bunkó, de hát te éltél vele 16 évig. Igen. Miért? Ugye, mert innen indul az egész, hogy jönnek ezek a furcsa dolgok, és akkor utána többször van krízis, veszekedés, ugye válás, már 13-ban megpróbáltunk egyszer elválni. 13-ban először? Így van, 13-ban volt egy borzasztó családi ünnepség, ahol Péter annyira szürelmesen viselkedett, hogy nem volt halandó odajönni a családi vacsorához, az asztalhoz, mindenki várta már, próbáltunk érte autót küldeni, tönkretette, mert úgy gondolta, hogy ő akkor is tönkre fogja tenni ezt a családi rendezvényt. És akkor azért egy nagy krízis volt, én nagyon sokat sírtam, kiöntöttem a szívemet az egész családnak, és akkor elindultunk a válás útján, de Péter könyörgött, hogy menjünk el akkor pár terápiára. És akkor elmentünk egy-két alkalommal, megpróbáltuk rendezni a kapcsolatot. Tehát ez a limbo, vagy nem is tudom, hogy kell ezt hívni szaknyelven, csiki-csuki, hogy akkor te már véget akartál neki vetni ennek az egész helyzetnek, akkor viszont újra behívott a játékba, mert neki érdeke volt, hogy én vele maradjak, hiszen én rengeteget dolgoztam, rengeteg lehetőséget teremtettem az életben, szültem három gyereket, meghoztam neki azt a meleg családi otthont, szép meleg vacsorákkal, bevásároltam, főztem, mostam, takarítottam, tehát hoztam azt a családi helyzetet és hátteret számára, amiben neki egy dolga volt, hogy mindig mindenben kritizáljon és mindenben valami hibát találjon. Közben a barátai vagy a szülei megszerezték neki a megfelelő munkahelyeket, és később, ugye, mikor hazajöttünk már Brüsszelből, és én államtitkár lettem, később pedig miniszter, akkor ő pedig általában arra tekintettel kapta meg az állását, hogy én ebben a pozícióban vagyok, és ő ezt kihasználta. És az az igazság, hogy... Tehát magyarán szólva te azt mondod, hogy a részéről ez nem szerelem, hanem érdekkapcsolat volt, hogy a karrierjét gyakorlatilag te általad tudja építeni? Igen, mert nagyon jó szemben volt ahhoz, hogy kinézze a megfelelő strapabíró húzó embereket. Ugye ez a barátságoknál is hasonló volt. Tehát az árulásnál, ami igazán fájó az én elárulásom mellett, az, hogy itt van egy Gulyás Gergely, aki 25 éve, ha nem is a legjobb barátja, de nagyon közeli barátságban voltak. A gyermekének keresztapjának kérte fel, tehát a közös ugye, második gyerekünknek a keresztapja, esküvői tanunknak kérte fel a Gergőt. Gergő mindig is lehetett látni rajta, hogy van benne politikai potenciál, van benne egy nagyon jó emberséges bölcsesség, és szépen haladt az életben, és ezért a Péter mindig a Gergőn gyakorlatilag élősködött, ha úgy tetszik, hogy helyzeteket, lehetőségeket hozzon neki, társaságokat. Ő maga meg állandóan kritizálta, és állandóan csak kifogásolta Gergő viselkedését, vagy éppen a barátai viselkedését. Nagyon sok buliba, ha elmentünk, akkor odajöttek hozzám emberek, és azt mondták, hogy nem ugyan a maga férje, megverhetem. Mert annyira pimaszul, annyira szemérmetlenül bírt gúnyolódni az embereken, a véleményét sosem úgy adta elő, hogy az tapintatos lenne, hanem mindig sértő volt. De arra is emlékszem, mert visszhangzik most a Facebook posztjáról, hogy kiskorom óta érdekel a közélet.
Már ott voltam kint a tüntetéseken. Az én keresztapám Mádül Ferenc volt, az én nagypapám Erős Pál. Ezeket nekem is elmondta 24 éves, 25 éves koromban, amikor találkoztunk, hogy gyakorlatilag úgy érezte, hogy csak azért, mert ő egy ilyen budai családba született, és neki ilyen ősei, felmenői voltak, és ő már ott volt a tüntetéseken, és mindenki politikáról beszélt, neki alanyi joga van arra, hogy a közéletben ő valaki legyen. Csak közben ő nem tette mellé azt, amit egyébként minden normális ember mellé tesz, hogy tisztességesen dolgozik egy munkahelyen, reggel fel kell, teljesít, izgul, hogy jól csinálja-e, egyről a kettőre jut-e, és az volt a stratégiája, az összes barátját, aki mellette meg szépen alázattal ment elő az életben, kritizálta, hogy milyen béna vagy, milyen semmi munkád van, és ezek meg ugye, ahogy telt az idő, teltek előre, mentek előre az évek, ezek az emberek karriert építettek maguknak, és 20 év múlva lettek valakik, meg volt az én élményük, mert végigmentek a ranglétrán. A Péter meg mindig vagy a szüleinek, vagy a barátainak a jóvoltából jutott állásokhoz, és mindig kikövetelte magának, hogy ez neki jár. De elfelejtette mellé tenni azt a sok-sok alázatot, azt a sok-sok szorgalmat, amit egyébként minden normális ember meg mellé tesz. És ahogy öregedett, szerintem ez a fajta énkép, ez a torz énkép egy nagyon erős irigységgel, egy nagyon erős gonoszsággá alakult. És egyébként így romlott mellette párhuzamosan a mi kapcsolatunk is. Mert nem mondom, hogy nem voltak jó pillanatok. Akkor készültek egyébként azok a szép családi fotók a fényképalbumokban, amiket mindig így lobogtatott, hogy mi bajod van, milyen szépen élünk. De szép posztokat is tettél ki, és 2020-ban is szépen nyilatkoztál róla. Ezt sem felejtsük el. Így van, ezt azért kell, nagyon fontos ezt a két időszakot külön választani, mert van egy brüsszel élet, és van egy közéleti élet, ami 18-ban elindul, ugye, ahogy hazajövünk Brüsszelből. És, tehát Brüsszelben és akkor ti még boldogok voltak, és nem igazán láttad annak jelét, hogy ennyire elviselhetetlen lenne a kapcsolatotokban? Nem, egyáltalán épp az ellenkezője. Épp azt akarom bizonyítani, hogy a kapcsolatunk megromlását nem az okozta, hogy én közéleti szereplő lettem. Tehát amikor én 3 gyerek után visszamentem az Európai Parlamentbe, és annyira le voltam terhelve, hogy csak gyakornoki papírokat tudtam intézni, akkor hazamentem, és kikaptam, hogy na tessék, ennyit érsz, csak gyakornoki papírokat tudsz intézni. És már akkor rendszeresek voltak a veszekedések. Hát gyakorlatilag a házasság kötésünk második évétől ez állandósult. Tehát ezt a rokonok is látták, a család is látta, a barátok is látták, hogy én folyamatosan panaszkodom, mert nem tudom megmagyarázni, hogy mi történik velem, hogy állandóan bántani, kritizálni, emberek előtt megszégyeníteni kell. Amikor mentünk például a magyar házas misére, ott Brüsszelben, ott van egy katolikus közösség, és én ott nagyon szerettem lenni, mert tudtunk ott emberekkel beszélgetni vasárnap délelőtt, és állandóan, amikor hazamentünk, kikaptam, hogy milyen debil módon beszélgettem, hogy lejárattam, hogy azokkal a hülyékkel, egyikusokkal miért kell menni kirándulni. Tehát mindig, hogyha próbáltam társadalmi kapcsolatokat építeni, mindig neki az volt a reakciója, hogy azok ezért és ezért nem a megfelelő emberek, ezekkel nem menjünk kirándulni, és a végén otthon ültünk, ő nézte a híreket, és ment ez a halál hangulat. És én ebbe majd bele pusztultam, mert én nem egy ilyen közegből jövök, én szeretem az embereket. Ő meg állandóan kritizálta az embereket. Tehát már ott is volt egy olyan feszültség közöttünk, amit nem tudtam hova tenni, és állandóan sírtam és könyörögtem neki, hogy változtasson ez a hozzáállásán, vagy mondja meg, hogy mi a baj velem, és akkor én azt szerint fogok megváltozni, hogyha neki hiányoznak a magyar barátai, akkor vegyen egy repülőjegyet, menjen haza, én tartom a frontot itt a gyerekekkel, semmi gond, csak kérem, találja meg, hogy mitől lesz boldog. És mindig rám nézett, hogy kinek csinálod a színházat, a szomszédoknak? Most már ki a szádat, nézzél meg magadra. És ugye, nem mondott komolyan, mikor... hogy így beszél, és te ezt tűrted? Igen, én tűrtem. De Judit, ne haragudj, csinos, diplomás, befolyásos nő vagy. Ráadásul ugye azt a képet mutattad igazságügyi miniszterként, hogy gyakorlatilag egy ilyen keménykezű vaslédi vagy. És ehelyett otthon pedig hagytad, hogy éveken keresztül valaki terrorizáljon és alázzon. Én utólag én is látom, hogy nagyon sok gyenge pontom volt, mert ugye a narcisztikus személyiségzavaros ember egy rendkívül intelligens, rendkívül éleseszű ember, és tudja, hogy mivel tudja megfogni az áldozatát. Nekem is vannak gyenge pontjaim. Én például nagyon-nagyon vágytam arra, hogy egy szép családom legyen. És ezt a sogorom mondta egy ilyen 7 év után, hogy Judit, vedd már észre, hogy egy illúzióba kapaszkodsz. Neked nincs szép családod, neked belülről nem az a valóságod, amit te látni akarsz. És én ezt nem akartam elengedni, mert már annyi évet beletettem, megesküdtem, egyébként szerettem ezt az embert. És mindig az én vektorom a megmentés, a kapcsolat megmentése, a család egyben tartása, a majd csak megjavul egyszer, majd csak látja, hogy így nem lehet élni, mert ez nem emberi kapcsolat, rossz mintázat a fiainknak, hogy férfi és nő hogy beszél egymással. És én próbáltam szakember segítségét kérni, nagyon sokat olvastam az interneten is, még
Igyekeztem én a megmentés irányába, tehát éppen ezért nem hívsz mondjuk rendőrt egy-egy jelenet után, mert nem elrontani akarod, nem börtönbe akarod juttatni a házastársadat, hanem egyszerűen nem bírod felfogni empataként, lelkismeretes emberként, hogy az a másik embernek mi a motivációja, hogy ő nem érzi azt, hogy bánt, és miért kell minden nap bántani, és miért nem akar megjavulni. Nem értettem, hogy én az okozat vagyok. Péternek a viselkedése volt az oka, amiért én aztán mindig kikészültem, és sírtam, és próbáltam az okokat keresni, de Péter sosem mondott arra magyarázatot, hogy neki abban mi a jó, hogy van egy szép családi idill, megfőztem a húslevest, és megkérdezem, hogy sárga vagy piros tányérból kéred, de drágám, és mondom, mit kell ilyen debilen nézni. Vagy amikor azt mondtam, hogy jaj, de jó, kimegyek kenyérért vasárnap, délután még Brüsszelben éltünk, kicsi gyerekek voltak, és én gyerekkorom óta szeretek esőben menni, megázni. Nekem az egy olyan jó élmény. Nem mész sehova, esik az eső. Hülyék mennek ki esőbe. És tudott rám olyan hatással lenni, főleg úgy, hogy azért olyankor csak ha lefejtél tejet, akkor tudsz kimenni az utcára, tehát ugye a gyerekek eléggé odakötnek a házhoz, hogy így ledermedtem, hogy tényleg nem mentem ki az utcára. Tehát ez hihetetlen lelki, és tudom, ilyen beszűkült állapot, amiben ő képes volt engem tartani. Sok családi rokon, amikor egy-egy hetet eltöltött velünk Brüsszelben, velünk aludt, mert ott lakott, és ugye látogatóba jött, ugye egy házban laktunk, szóval, hogy bírod ezt? Hogy lehet ezt elviselni? Ezt a környezeted akkoriban tudta? Tehát te megosztottad ezeket a belső családi problémákat a barátaiddal, a családoddal, a környezeteddel? Én megosztottam természetesen, folyamatosan panaszkodtam a szüleimnek. Igazából minden családi alkalom arról szólt, hogy én panaszkodom. És apukád nem csapott az asztalra? Nagyon sokszor. Most utólag azt mondja, hogy sajnálja, hogy nem volt határozottabb, mert mindig tiszteletben tartották, hogy ez mégis az én választásom, és közben ott voltak a cuki aranyos gyerekek, és én egy időben a gyerekeimnek a szeretetébe menekültem, és egész egyszerűen elfogadtam, hogy jó, nincs jó házasság, nem mindenkinek jó a házassága, én akkor is most már elköteleződtem, megesküdtem, és akkor is még az volt bennem, hogy ez talán egy olyan betegség, vagy egy olyan probléma, amit meg lehet javítani. És ahhoz be kellett következnie rengeteg sok kegyetlen dolognak, hogy az ember tényleg elhiggye, hogy itt egy lelketlenségről van szó, és nincs javítani való. Ez ember így született, mint aki mondjuk szereti a Rolling Stones-t, vagy nem szereti a Rolling Stones-t, tehát nem nincs rá gyógyszer, nincs rá terápia, de ehhez a következőkön kellett átmenni. Ugye hazaköltöztünk Brüsszelből, már akkor emlékszem azokra az estékre, ahogy veszekszünk, és mondom, hogy de én akkor is akkor hazajövök, mert itt legalább lesz egy családi közeg és barátok körülöttem, nem leszek ott magányosan Brüsszelben. Tehát az már egy konfliktus forrás volt kettőtök között, hogy haza akartál jönni Brüsszelből? Nem, hanem már folyamatos konfliktus forrás volt, és az az ok, ami miatt én elvállaltam mégis a felkérést, az volt, hogy így legalább itthon, a család, barátok közegében élhetek tovább. Tehát ez az államtitkári felkérés. Így van, mert ugye az, hogy hazaköltöz, ne költöz, az 9 év után azért már egy nagy kérdés. És Péter nem ellenezte a hazaköltözést, és ezt annyiszor mondtam neki, hogy Péter, hogyha te is szerettél volna, vagy te szerettél volna politikus lenni, akkor már nem mondtad azt, hogy akkor majd te leszel az államtitkár. Én szívesen jöttem volna haza főzni. Tehát nem voltak ilyen ambícióim. De valamiért ugye ő ezt nem mondta akkor, de ahogy elindult nekem ez az új kihívás idehaza, na hát akkor mindennel igyekezett engem destabilizálni lelkileg. Tehát onnantól kezdve, hogy röhögnek rajtad az emberek, az ATV interjúkban kormánybuktató mondatokat mondasz, lejáratsz, nézel be a levegőbe, mint egy egysejtű szobanövény, ülsz ott a sok okos ember között, és azt se tudod, hogy mi történik veled. Tehát ez így elindult, és amikor picit fáradt voltam, de erre te mit reagáltál? Nem kérsz engem, de Péter, nem szeretsz engem? Tehát miért mondasz ilyeneket? Igen, na és itt a lényeg, hogy én ezeket mind mondtam, mert nyilván egy ember ezeket mondaná, hogyha... Vagy mi váltja ki belőle, az irítség, a féltékenység? Ő se tudott erre szerintem magyarázatot adni, és akkor egyszer így rám nézett, és azt mondta, hogy legyél okos, mert buta vagy. És akkor abból értettem, hogy itt nagy a baj, mert se okosabb, se butább nem tudok lenni, mint aminek éppen megszülettem. És akkor úgy éreztem, hogy itt teljesen reménytelen már a helyzet, de ez egyébként már a második válás után volt ez a mondat. Tehát ez 2021 után volt? Igen, 2021 januárjában költöztem külön, és egészen májusig külön éltem. És ugye, mikor került nyilvánosságra a ti válásotok? Hát, amiről ugye a közélem ütője, hogy az első, de a második volt? Tehát ez az első. Igen. Tehát 13-ban nem mentetek külön, csak ott a párterápia segített? Így van, ott egy kicsit a szüleimnél kipihentem magam, párterápia,
Brüsszelbe vissza, és utána hát éltük ezt a nagyon furcsa fonák életét. És akkor 21-ben robbant ki ez az egész? Hát a kirobbanást, hogyha úgy veszük, hogy a kifejezést itt nem tudom értelmezni, hát elköltöztem gyakorlatilag. Hát igen, az első válaszatok hírére gondolok, tehát igen, az igen. Akkor látott napvilágot, és akkor volt az, hogy gyakorlatilag rendbe tudtátok hozni a házasságotokat. Nekem is azt gondoltam, hogy rendbe tudjuk hozni. Ezt most őszintén kérdezem, hogy mi kellett ahhoz 2021-ben, hogy a házasságotok rendbe jöjjön? Valóban Rogán Antal segítség? A Isten őrizd. És azt szeretném leszögezni, hogy senki soha, sem a Fideszből, sem a kormányból nem mondta meg, hogy én mit csináljak a magánéletemben. Tehát ez egy hatalmas tévhit. Azért itt sok legenda terjeng, hogy itt akkor mindenkinek kontrollálják az életét. Nem, sőt, se választási időszak, se semmi nem befolyásolta az én döntésemet. Itt maximum idősebb emberek adhattak tanácsot, hogy hát kutyából nem lesz szalona, mert ők másokat láttak. És az egész családom egyébként meg volt rémülve, amikor én 21 májusában mégis úgy döntöttem, hogy adok még egy esélyt az életünknek. De ehhez vissza kell kanyarodnunk. A gyerekeket elvitted? Akkor bocsánat, csak annyit. Itt nem, a gyerekeket én soha nem akartam úgy elvinni tőle, mert tudtam, hogy az ki fogja váltani a narcisztikus dühöt, és nekem többször megmondta, hogy ha elmerem perelni tőle a gyerekeket, akkor egy 4-5 éves, nagyon durva bontópert fog a nyakamba zúdítani. Tehát ez nálam nem is volt ilyen szempontból opció, mert én salamoni döntést akartam mindig hozni. Én tudom, hogy a gyerekeimnek a szeretete az nem csak azon múlik, hogy mennyi időt tudok velük tölteni, hanem érzik azt a minőséget a szeretet őszintességében és a nagyon jó intim kapcsolatunkban, amit én nem akartam azzal évekre veszélyeztetni, vagy egy szörnyű állapotba hozni, hogy nekünk bíróságra kelljen járni tanúkkal, meg családtagokkal, ami alatt a gyerekeknek egy ilyen folyamatos bizonytalanság az életük, mert gyakorlatilag ez erről szól, hogy álljon be egy biztonság, hogy akkor tudom, hogy holnap kivisz edzésre, tudom, hogy mikor, hol alszom, hol van az én kis tankönyvem. Tehát, hogy a gyerekeknek azért fontos a stabilitás és a kiszámíthatóság. És ezért szörnyű az, hogy egyébként ez a fajta érvelése a Péternek, hogyha ő bántalmazó lenne, akkor nem erültem volna hozzá ahhoz, hogy a gyerekei nála legyenek. Egyrészt nem vagyok gonosz ember. Nem gondolom, hogy az apának vagy a gyerekeknek nincsen szükségük az apára. Minden héten, pénteken kettőkor, amikor vissza kell adnom a gyerekeket, akkor én egy kicsit meghalok a szívemben. És szörnyű érzés nekem azt, hogy látni, hogy mennek a kis táskájukkal, és most egy hétig nem látom őket. De tudom, hogy itt sokkal jobb, mint hogy még mindig válóperreket kellene, vagy bontóperrel kellene foglalkoznunk, hogy éppen a gyerekek felügyeletét meg tudjam szerezni kizárólagosan, mert ez lett volna a szívem vágya. Mert nagyon szívesen nevelném csak én a gyerekeimet. De én erről azért is nem is szeretnék beszélni, mert... Én ezt értem, és én, mint elvált férfi, igenis azt mondom, hogy a gyerekeknek szüksége van az apjukra. Tehát, hogy ez szerintem valóban egy salamoni döntés volt. Nekem az érdekel, hogy 2021-ben, amikor először elköltöztél, akkor már 13 éve voltál ebben a kapcsolatban. Igen. Tehát mi történhetett? Mi az, amivel meg tudod győzni, hogy olyan szörnyű volt ez a 13 év? Hát mondom, ezek a fenn és lenn, a hinták, a biztatás, a reménykedés, és aztán a hatalmas csalódásoknak a folyamatos amplitúdójában éltünk. Ugye 18-ban is volt egy borzasztó család jelenet, amikor ott voltunk Balatonhenyén, a legkisebb fiam 4. születésnapját ünnepeltük, és egyszerűen bekattant, már nem is tudom, hogy mitől, de egy veszekedésnek a végén ő döntött, hogy ellopja a táskámat, bezárkozik a vendégszobában, nem megyek sehova, és ott volt az egész család, az apósom, a szüleim, a gyerekek az autóban, és ő itt viselkedett, amikor már nem tudott, nem is tudom, hogyan nyomást gyakorolni rám, hogy úgy viselkedjem, ahogy ő akarja. És ezek nekem nagyon beteg dolognak tűntek, meg az egész családnak, és rémisztőek is voltak, hiszen szerintem egy racionális ember egy vita végének fel azt mondja, hogy bocs, akkor most egy kicsit nyugodjunk le, akkor mindenki most menjen haza. De az, hogy folyamatosan azzal próbált sakban tartani, hogy az autó mellé állt, hogy kukákat borogatott az autó elé, hogy beült a kocsim hátsülésére, amivel el akartam hajtani, hogy elvette a táskámat, hogy bezárt egy szobába. Ez nagyon súlyos, furcsa, tehát ez a személyszabadság korlátozása bezárt egy szobába. Igen, bezárt egy szobába, azért mert bekattant azon, hogy mentünk egy nyári rendezvényre, én éppen sminkeltem, és valamiért ő nem akart oda elmenni, mert valószínűleg nem bírta elviselni, hogy nekem ott a megnyitó beszédet kellett mondani, akkor már miniszter voltam. És már ott ugye indulni kellett volna, és bezárt, hogy akkor most nem megyünk sehova, és akkor ilyenkor így leült így a fotelba, és annyira
szörnyű ez, mert annyira szürreális, hogy, hogy miért viselkedik így az ember férje, mert ott várnak ránk, menjünk, a gyerekek meg az ajtón kívül, és elkezdtem kiabálni, hogy gyerekek, szabadítsatok, és akkor a nagyfiam hozott egy másik kulcsot, akkor még csak 11 éves volt, és ő szabadított ki. Minden gyerek emlékszik még erre a jelenetre. A gyerekek előtt zárva egy szobában. Igen, igen. De volt olyan is, hogy a bécsi bárra meghívtak minket, akkor is már miniszter voltam 19-ben. Ez a bécsi magyar bál, és ugye a bécsi főpolgármester mellett volt a protokoll helyem, és ő ezen kiakadt, hogy miért nem ő ül a főhelyen. És mondtam, hogy Péter, nem tudok mit csinálni, egy minisztert ültetnek oda, én nekem mindegy, de most nem tudom ezeket felülírni, majd ott akkor a vacsora közben akkor majd átrendezzük, mert őt nem tudom, a főpolgármester feleségem elé ültették, de összesen 8-an ültünk egy körasztalnál, tehát nem volt olyan nagy távolság. És ezért, mikor már smokingban ő, én pedig báli ruhában állunk a szállodában, várnak ránk, hogy indul az egész bál, mégiscsak a magyar miniszter a fővendég. Ő fogta és smokingostul befeküdt az ágyba, és elkezdett internetezni, és mondta, hogy akkor ő most nem megy sehova. És akkor el tudott képzelni azt a kétségbe esett érzést, hogy én ezt most hogy oldjam meg ezt a helyzetet. És akkor ott próbáltam telefonálni, hogy várjanak még, akkor ott limánkodtam neki. És akkor ahogy jött ez a furcsa viselkedés, úgy el is tűnt, és akkor ott 20 perces késéssel el tudtunk indulni. De ezek után az ember álljon oda a kamerák elé, és mondjuk mondjon egy szép köszöntőt, mint ahogy aztán a balatoni rendezvényen is aztán megtörtént. Borzasztóan nehéz volt nekem ezt a lelkiállapotot kezelni, és egy idő után a kollégák egyébként, hát nyilván a személytitkártól elkezdve a kabinetfőnökön át, ezt ők is személyesen látták közelről, kialakítottak bizonyos munkamódszereket. Hogyha nagyon fontos interjúm volt, mondjuk egy BBC interjú, akkor egész egyszerűen elzárták a telefonomat előlem, hogy ne láthassam a Péternek a becsmérlő szellemi képességeimre, De most úgy állítod be, hogy az egész kapcsolatotok arról szólt, hogy ott vagy te, aki szereti a családját, szereti a férjét, és ott van a férjed, aki folyamatosan megaláz téged, és te ezt tűröd. Amit most körbeíznem, bocsánatot kérek, az a Stockholm-szindróma. Majd a szakember erre biztos megmondja, hogy ez milyen szindróma, én csak a magam tehát, hogy magam az ember a bántalmazóhoz ragaszkodik valamilyen szinten, és nem tud kiszakadni ebből a kapcsolatból, és ez érthető lenne, hogyha fordított lenne a helyzet. Tehát, hogyha te fügtél volna tőle a karriered szempontjából, anyagi szempontból, vagy bármilyen egyéb egzisztenciális szempontból. De hát itt pont a fordítottja volt. Én nem értem, hogy miért nem voltál olyan bátor, és miért nem lépted meg, hogyha ez a kapcsolat annyira rossz volt. Azért, mert mindenek ellenére én egy küzdőtípus vagyok, és azért volt egy akkor már 16-13 x évnyi, de még 5 év is olyan érték, amit az ember inkább megmenteni akar. És a gyerekeknek azért volt egy, ha fonák is, de egy családi keret. És nekem annyira erős ez a kép, hogy nem a kifelé adott kép, hanem az, amit hozok itthon, hogy a család az egy nagyon fontos kiindulás az ember életében, nagyon fontos közösség, és nem csak mi öten, hanem ugye volt körülöttünk nagyszülő az én részemről, akik aktívan részt vettek az életünkben, illetve voltak a nővéremék is. Tehát én nem akartam azt, hogy ne sikerüljön nekem az, hogy össze tudom tartani a családomat. És ezért minden módon kerestem a megoldást, és ehhez ő megfelelő ritmusban adagolta egyébként a szeretett morzsákat, vagy ezeket a nem is tudom, ezeket az empátia pillanatokat, hogy tudott nagyon szépen saját kézzel levelet írni. Amikor először ugye én elköltöztem 21-ben, és leírta szinte könyv szerint, hogy mi a probléma vele, hogyan kellene megváltoznia, például a nagyobb fiával rendezni a kapcsolatát, hogy nem mindig megalázza azt a szegény, éppen serdülőkorba lépő kisfiút, ami nekem még nagyobb fájdalmat okozott, hogy elkezdte a gyerekkel ugyanazt csinálni, amit velem, hogy nem tudott a szegény gyerek úgy viselkedni, vagy úgy megszólalni, hogy ne kapta volna azt a verbális abúzust folyamatosan az apjától. És akkor én éjszakánként SMS-t írtam neki, hogy Péter, nagyon kérlek, ne tedd ezt a Levit, nem szabad elidegeníted magadtól, mert a fiad, és egyszerűen szeretnetek kell egymást, és te vagy a példaképe, és a többi, és a többi. És ezekre volt, hogy másnap azt mondta, hogy jó, akkor megpróbálom. De sajnos az összes ilyen fogadkozás, kézzel illott fantasztikus levél után nem következett be a tett. És ezt sok szakkönyv megírja, amit azóta elolvastam, hogy mindig azt kell nézni, hogy egy ember mit mond, és ahhoz képest mit csinál. És ha nem azt csinálja, amit mond, akkor ott be kell, hogy kapcsoljon valami lámpa. Vagy ugyanez, hogy a szeretet ugye nem fáj. Ha fáj, akkor nem szeretet. És ezeket a mondatokat én elkezdtem megismerni. Én addig csak így spontán, organikus módon, szerves módon így bele léptem valamibe az életem folyamán, amit én mindig fonáknak és furcsának tartottam, és aztán néhány évvel később, mikor a szakirodalommal találkoztam, akkor ilyen aha élményem volt, hogy igen,
megaláz a társaságokban, barátok előtt, azt mondja, hogy nincsenek barátaim, debilezi a rokonaimat, hogy én is elidegenedjek tőlük, folyamatosan becsméreli a szellemi képességeimet. És akkor így kezdtem tudományosan ránézni arra, hogy én miben élek, és egyszer a parlament folyosóján 2020 őszén egyébként a kezembe adott egy pszichológus, aki egyébként beszokott járni, mert egy nyugdíjas emberről van szó, vagy egy idősebb emberről, nézi sokszor a felszólalásokat, oda megy néhány ember, és elmondja, hogy szerinte így és úgy lehetne javítani, egy nagyon kedves ember, és odaadott egy könyvet a kezembe, az volt a címe, hogy azt hiszem narcisztikus pszichopaták kézikönyve, vagy valami ilyesmi, és azt mondta, hogy nem mutassa meg a férjemnek, de olvassam el. És nekem ez volt a game changer, hogyha lehet ilyen csúnya szavakat használni itt ebben a műsorban, hogy hirtelen tudományosan megjelent előttem a saját életem. De abban is azt írják, hogy azért lehet ezen dolgozni, tehát van rá terápia, és én akkor sem azt kerestem, hogy akkor itt most mindent elvágok és vége, hanem hogy de hát olyan kedves is tud lenni, tud olyan szeretetteljes is lenni, tud annyira szépen beszélni ezekről az értékekről, akkor miért nem próbáljuk meg? És ez egészen 20 decemberig ment, amikor már annyira durva volt a verbális abúzus, ugye ott van az a rendőrségi jegyzőkönyv is, aztán arról a családi menekülésről. Igen, az egy borzasztó pillanat arról volt. És én azután, tehát én akkor lemenekültem a családomhoz Miskolcra, és akkor eldöntöttem, hogy én akkor most elkezdek elválni. Na, de nem olyan egyszerű egy ilyen embertől elválni. Sokan mondták, néha gúnyolod vagy, csak a házassághoz kell kétem, mert a váláshoz elég egy. Nem, ha nem együttműködő a másik fél, és minden egyes ilyen most tudom, veszekedés meg sírás után, hogy de akkor én elválok, azt mondja, jó, válj el. De hát ez nem olyan, hogy csak úgy elválok. Tehát a kell egyességet kötni, el kell jönni a tárgyalásra például. Tehát amikor a másik fél nem együttműködő, mert neki egyébként meg nem érdekel, hogy megváltozzon ez a nagyon jó állapot, amiben van egzisztencia, van család, van meleg vacsora, van minden, a szeretet is ott van, amit egyébként lehet, hogy ők is vágynak, csak nem tudják feldolgozni. Ezt már nem tudom, ez legyen a tudománynak a dolga. Borzasztóan nehéz eljutni a döntéstől, hogy akkor én most elválok, odáig, hogy képes is az ember kiszabadulni ebből a kapcsolatból. És amikor nagyon durva verbális abúzusok voltak már karácsonykor, és ugye volt ez az ominózus jelenet is, akkor én elkezdtem ezeket a lépéseket, és akkor először én külön költöztem, és akkor ő komolyan elkezdett foglalkozni a saját problémájával. Ezt az ő személyiségi jogai védelmében én nem mondom el, hogy miket tett, de ez azt jelenti, bocsánat, hogyha jól értem, tehát amikor te megkaptad attól a pszichológustól a parlamentben a könyvet, akkor te rájöttél arra, hogy a férjed hasonló jellegű pszichés problémákkal küzdhet. De akkor nyilván mivel ti azért egy párkapcsolatban éltetek, nem mondtad el neki, nem ültél vele vele, és nem mondtad azt, hogy Péter, szerintem ezt kérjük szakember segítségét, mert hogy neked is rossz, mert utána rájössz és elnézést kérsz, nekem is borzasztó, tehát próbáljuk megmenteni a családot, de fordulj szakemberhez. Nem történt ilyen beszélget? Ez rengetegszer. És nem ment szakemberhez? Ezt nem fogom tudni megerősíteni, mert ez az ő személyiségi jogai szempontjából. Szerintem ez szenzitív adat. Az biztos, hogy minden segítséget a család is megadott, és ő ugye visszahozott azzal a játékba, hogy nagyon szép saját kezű leveleket írt nekem arról, hogy hogyan kellene a továbbiakban élnie ahhoz, hogy ne veszítse el a családját. És ez nekem akkor, aki még mindig egyébként szerettem, a gyerekeimet is, az egész családot ugye szerettem volna megmenteni, nekem ez olyan volt, mint egy kis vékony remény cérna, amiben így kapaszkodtam, hogy igen, akkor van remény. Minden családtagom, mindenki, és az összes barát azt mondta, hogy most legyél erős, tarts ki, vissza ne menj hozzá, mert soha nem fog megváltozni, ez egy manipuláció. De ezt a szüleid is mondták? Ezt a szüleim is mondták. Nagyon sokan mondták. Akik szeretnek, azok mind látták. De a szüleid vagy a nővéred volt szemtanúja bárminek, amiben te esetleg sérültél? Volt olyan, hogy te féltél, ugye, amit leírtál az utolsó posztodban, azért azok elég kemény állítások. Tehát ezt te megbeszélted a szüleid, de volt olyan, hogy azt mondtad, hogy figyelj, félek, segítsetek. Persze. Hát volt olyan, amikor a szüleim 18-19-ben eljöttek hozzánk, még egy másik helyen laktunk, akkor nem ott, ahonnan most ugye már elköltöztem. És Péter hazajött egy ilyen szórakozó helyről, és volt némi szóváltása velem,
És én akkor inkább a szüleim közé feküdtem be elnézést felnőtt emberként a vendégágyba, és mondtam nekik, hogy most jobb, hogyha nem Péter mellett vagyok, mert... Befeküdt édesanyád és édesanyád. Igen, és ott elmondtam nekik, hogy Péter már megint nagyon furcsán viselkedik, és már megint minden baja van azzal, hogy én hogy viselkedem. Volt egy ilyen este, hogy a gyerekek már aludtak fent a szobájukban, a szüleim a nappaliban a kihúzott francia ágyon, ahova én a veszekedés után inkább odafeküdtem az édesanyám mellé, mert ilyen beszűkült, tehát ilyen állapotban éltem én, hogy állandóan attól kellett tartani, hogy Péternek milyen hangulata van. Mikor, de mitől féltél, Judit? Hát attól, hogy... Bántani fog? Attól, hogy nem fogja abba hagyni ezt az abúzust, és a Péter kijött egyébként a szobából, oda ment a konyhába, kivett egy kést, és elkezdett így járkálni egy késsel a kezében a házban. És emlékszem, hogy az édesanyámmal ott félünk, és lapulunk, hogy ebből mi lesz, és mi van, és a gyerekekkel mi lesz. És aztán járkált így 5 percig, lehet, hogy csak erődemonstráció volt, Isten tudja, nem tudom, aztán utána lefeküdt aludni. És de ez nagyon súlyos állítás, bocsánat, ez nagyon súlyos állítás, tehát az édesanyád látta azt, hogy a magyar Péter egy késsel a kezében van. Igen, és azóta sem tud szabadulni a gondolattól. De mi lett volna a célja? Tehát nem tudok. De korábban voltak bármiféle a verbális abúzuson túl bármilyen bántalmazási próbálkozásai? Itt ez mindig, én úgy gondolom, hogy ezek az emberek saját magukkal elégedetlenek, és sokszor a frusztrációból fakadt olyan lögdösődés, tehát hogy emlékszem, hogy terhesen így nekilökött egyszerre az ajtónak, már nem is tudom, hogy egy gyerekkel voltam éppen terhes. És ezek így megmaradnak az emberben, de én mindig azt éreztem, hogy ő neki saját magával van problémája. De ez a késes történet fajta, hányban volt? Ez 2018 és 19 között, mert akkor még a Kartaúzi utcában laktunk, és mi onnan 20 elején költöztünk el. De ez nem volt elég ahhoz, hogy akkor azt mondta, hogy itt a vége, sőt, tovább megyek 2021-ben, ennek ellenére mégis visszamentél? Igen, de akkor szintet lépett a manipulációban, ha úgy tetszik, tehát tényleg ő megpróbálta megjavítatni magát, úgymond, tehát komoly segítséget kért. Ez bizonyította is. Ugye a gyerekeken is láttam, hogy nekik is szükségük van arra, hogy újra egybe legyünk, mert ugye nekik meg a család akkor is család, hogyha még ilyen felemás is, hogy mama miért nem költözik haza. És volt egy nagyon meggyőző több levél, amiben saját kezűleg leírta, hogy mi lesz az az ütemterv, ami szerint ő be fogja bizonyítani, hogy megváltozik. És én ezeket sajnos elhittem, mert én is egy esendő ember vagyok. Lehet, hogy hiba volt, de akkor úgy gondoltam, hogy megadom még ezt az esélyt is neki, hogy helyre tudjuk állítani a kapcsolatunkat a család érdekében. Meg ez azért nagyon nehéz a kívülállóknak elmesélni, mert addigra neked már felépül egy életed. Addigra neked már van egy családod, családi házad, kutyád ad abszurdum, és addigra már te inkább minden olyanba kapaszkodsz, ami a megmentés felé megy, mint a pusztulás felé, mert én sem akartam azt, hogy kilépek aztán, nem tudom, 40 évesen a semmibe, mikor végül is szeretem a gyerekeimet, és a férjemmel csak az a bajom, hogy nem értem, hogy miért nem hagyja, hogy szeressem. És amikor leírja, hogy egyébként ő innentől kezdve megjavul, akkor nekem ez egy fantasztikus, most tudom, olyan megváltás érzés volt, hogy hát, ha most sikerülni fog. Na, és akkor jött a fekete leves. 2021 májusában hazaköltöztem, már hazaköltözni sem segített. És újraindultak ezek a furcsa dolgok, hogy mindig azt éreztem, hogy hazamegyek és gyűlöl. És akkor már nagyon, nagyon bedurvult. És tudta, hogy én ezt még egyszer nem fogom megcsinálni, hogy a gyerekeket még egyszer házi kiteszem annak, hogy mama elköltözött. És akkor éreztem azt a teljes kilátástalanságot, hogy itt kattan rajtam a bilincs. És akkor én is komoly segítséget kértem, én elmentem szakemberhez, és próbáltam feltérképezni, hogy akkor most mi a következő lépés, mert akkor már konkrétan mérgező volt a gyerekek számára is ez a mindennapos. Tehát a gyerekek előtt olyan vitáitok voltak, amelyekkel szembesültek? Folyamatos veszekedések, és én nem akartam azt, hogy a gyerekek úgy feküdjenek le az ágyban, hogy azt hallják, hogy ott megy az üvöltözés, meg megy a furcsa játszma. Üvöltözés, fenyegetőzés, igen, nagyon durva szavak. Hát általában kormánybuktatással, tehát az ugye haladszik azon, vagy benne van abban a jegyzőkönyvben is, hogy na majd élőzök itt, RTL Klub élőzök neked, vagy Facebook élőzök, hogyha itt a, nem tudom, üvöltözöl. De mi volt a célja ezzel? Tehát, hogy azt nem értem, mert hogyha lett volna egy harmadik, és azt mondja, hogy megcsaltál, és ezért csinálom, mi volt a célja? Őszintén kérdezem, mert hogy akkor még a munkái is megvoltak.
Ezt én is mindig kérdeztem tőle, hogy mondd meg. Én mondtam, hogy ha nem bír engem elviselni, mert nekem is vannak hibáim, tele vagyok hibával, akkor miért nem válik el? Miért jó az neki, hogy úgy élünk, hogy folyamatosan abúzál, emiatt folyamatosan rosszak a családi pillanatok, hiába főzök meleg vacsorát, hiába igyekszem ebéddel készülni vasárnap. És akkor mindig átment egy ilyen passzív, nem is tudom mibe, párhuzamba, hogy mintha nem is arra reagált volna, amit mondtam neki, szóval nézzél már magadra, kinek játszod a színházat a szomszédoknak. És nem volt, ott már nekem nem volt lehetőségem a racionális vitára, de ő magát egyébként sose hozta fel, hogy rossz a házasságunk. Ő sosem mondta azt, hogy ő ezt nem bírja így tovább, tehát valószínűleg ez neki jó lehetett. És egyébként nekem ez az életem drámája, hogy úgy kellett együtt élnem egy folyamatosan lelki bántalmazó emberrel, hogy ő maga sem adta meg a választ nekem, hogy mi a baj velem. És ez volt az ominózus kérdésem, hogy Péter, miért gyűlölsz minden nap, és azt mondta, hogy legyél okos, mert buta vagy, folyton lejáradsz. Egyébként az is érdekes, hogy a nőnapi dolgok, ugye most kirakja a posztot, hogy ilyen minden nő, meg minden nap nőnap. Én soha nem kaptam tőle virágot nőnapra, mert azt mondta, hogy ez egy kommunista, büdös kommunista ünnep. Ilyet nem ünneplünk. És amikor én a második, tehát ez a válás megtörtént, és visszamentem, és akkor jött tényleg a legdurvább gyűlölet, azt éreztem akkor, hogy meg akar semmisíteni, a létezésemet nem bírja elviselni. Ezt a szakkönyv is írja, hogy ez a harmadik szakasz a narcisztikus abúzusnak. És akkor én azt mondtam, hogy ez most már biztos, hogy a válás, ami a családnak is, és a gyerekeknek is a legjobb megoldás, hiszen ilyen mintázatot látni, hogy az apa soha nem szereti, nem mutatja ki a szeretetét az anya iránt, az anyának emiatt szintén nincs lehetőség arra, hogy tisztelje, becsülje a házastársát, ez egy borzasztó minta volt a gyerekek számára. És én nem akartam elrontani így a lehetőséget arra, hogy ők valaha boldog emberek lehessek. Így is elég sok lelkisebbet kaptak, és ezen folyamatosan dolgozunk is, hogy a szeretettel kiszeressük belőlük a sebeket, meg szakember segítségét is kérem, de én akkor veszítettem el teljesen a reményt, hogy itt valaha ebből változás lesz, és ezt egyébként sok szakember is megmondja már, hogy nagy részt menthetetlenek ezek a helyzetek, és nekem az volt a szerencsém, hogy én mindig figyeltem arra, hogy megmaradjon a saját egzisztenciám. Mert még akkor első gyereket szültem meg, és gyessel voltam otthon, még nem mentünk ki Brüsszelbe, és hazajött, és azt hiszem így beszólt nekem, hogy mire mennénk a te kis szaros gyeseddel. És akkor nekem az egy jel volt, hogy én biztos, hogy nem hozom magam olyan helyzetbe mellett az ember mellett, hogy valahogy is ki legyek neki anyagilag szolgáltatva. Mert ahol csak van hatalma és kontroll lehetősége, ő ott mindig belépett. És nyilván őt ez nagyon zavarta, hogy nekem a saját jogomon mindig megvolt a saját munkahelyem, és megvolt a saját legalább akkor egzisztenciám, hogy képes legyek újra kezdeni egy életet, mert volt mögöttem egyfajta életpálya már, és nem a nulláról kellett volna kezdenem három gyerek megszülése után. De nagyon-nagyon sok nő, vagy éppen egyébként férfi is lehet ilyen helyzetben, azért nem tud kiszabadulni egy ilyen kapcsolatból, mert a nagy semmibe menne ki. Az utcára kerülne. És mivel hihetetlen éles az eszük, hihetetlenül tudják az összes eljárásjogi részletet, amivel folyamatosan fenyegettek, hogy jó, akkor ő már elkezdte gyűjteni a bizonyítékokat arról, hogy milyen jó apa, mert hirtelen a foci levelező listákban nagyon aktívá válik, hirtelen a szülői levelező listákban nagyon aktívá válik. Tehát kezdtem érezni, hogy ő gyűjti a bizonyítékokat, ugye amikor én bejelentettem neki a válást, hogy ha esetleg eszembe jutna a gyerekeket elvenni tőle, akkor neki legyen elég bizonyítéka a perben, hogy ő mennyire jó apa. Tehát ez a fajta manipulatív, számító, előre megfontolt, hidegvérű cselekvés, az egy ilyen embert jellemez. Én mindig egy ilyen, nem is tudom, bárgyú voltam ilyen szempontból, vagy egy naív voltam, mert én nem úgy működöm, hogy állandóan előre gondolkodjam és bizonyítékokat gyártsak. Én mindig szerettem volna, hogy ez az egész helyzet jó legyen, hogy a családunk szerető család legyen, hogy el tudjunk menni úgy egy vasárnapi misére, hogy ne abuzáljon a férjem, hogy biztos csak azért mész, mert miniszter vagy, is mutatni akarod magad az első sorba. Agyrém volt, hogy már a vallásosságomat is elkezdte megkérdőjelezni, holott pont ezekben az időkben kezdtem egyre inkább a vallás felé fordulni. Nem is gondolná az ember, hogy felnőtt korában mekkora szüksége van erre, amikor ilyen kilátástalan helyzetekben éli a mindennapjait. Úgyhogy így jutunk el a 2023 januárjához, amikor én már tényleg tiszta lelkiismerettel tudom azt mondani a volt férjemnek, hogy elég volt. Arról még nem beszéltünk, hogy hvg.hu Dezső András tollából megjelentetett egy rendőri jelentést. Azt
Én nem igazán értettem, hogy ott testőről vagy rendőről van szó, mert elég kétértelmű volt Magyar Péter megfogalmazásában. De engem mindenképpen érdekelne, hogy mi történt azon a reggelen, amikor állítólag te négy kézzel másztál ki az ablakon. Ugye ez azért rendőr, mert a testőrséget akkor a készenleti rendőrség biztosította, tehát alapból, akik testőrként oda voltak, vagy személyvédőnek oda voltak rendelve, azok rendőrök voltak. És ez egy reggel volt, egy baráti társasággal nál vacsoráztunk, vagy baráti párnál, és én már onnan egyedül jöttem haza, és a nővére még aludtam, ahol a gyerekek is aludtak. Péter pedig hazament. És reggel felkeltem, és akkor már annyi ilyen verbális abúzusom, meg szörnyű, szurális pillanaton voltam túl az ősz folyamán, hogy én azt mondtam, hogy akkor most, amit velem Péter még ott a társaságban is megengedett magának, nekem itt most már elég volt, és én most elmennék Miskolcra a gyerekekkel, de ez az kell, hogy nekem vissza kell jutnom a házba, és el kell hoznom a gyerekeknek a ruháit. És én gondoltam, hogy Péternek ez nem fog tetszeni, mert már rengeteg ilyen jelenetünk volt. Énkor általában odaállt a szobajtóhoz, bezárta, elém állt, és azt mondta, hogy nem mehetsz ki, nem mész sehova. Ezért ilyen gyomorideggel mentem már be a lakásba, hogy én akkor most nagyon határozottan bemegyek, összepakolom a ruhákat, és közlöm vele, hogy mit szeretnék, mert mindannyiunknak most szükségünk van egy kis kikapcsolódásra, vagy pihenés, vagy lehigadásra, és akkor elővette ezt a nagyon furcsa viselkedését, hogy nem mész sehova. És még hát nyilván még volt benne egy kis alkohol is, mert egész hajnalig maradt ő még. És ilyenkor mit csinál az ember? Akkor elkezdtem menni afelé a szoba felé, ahol volt egy kis ablak, és ott elkezdtem kifelé dobálni a ruhákat. És ugye a rendőr meg ott volt kint, mivel ő velem jött mindenhol, csak a házban nem jött be, mert oda nem jöhettek be alapból. Ezért kint látta azt, hogy én ott ugye dobálom ki ezeket a ruhákat, és akkor utána, amikor Péter folyamatosan követett, azzal, ami le is van írva, az mind úgy hangzott el, hogy majd akkor ő kormányt fog buktatni, hatalmas botrányt csinál ebből. Tehát ő mindig kihasználta azt, hogy én miniszterként vagyok ebben a helyzetben, és hogy nekem ez végtelenül kellemetlen, de nem csak nekem, egy egész testületnek kellemetlen, hogyha ilyen konfliktusokba keveredik az egyik tagjuk, és nyilván én ezt igyekeztem mindig nagyon diszkréten csinálni, hogy az én kapcsolati drámámból ne kerüljön elő semmi, mert nem a közvéleményre tartozik az, és a kormányzat munkájának semmi köze, amit én odahaza átélek. És ezért Péter meg ezt tudta, és akkor állandóan, akkor majd Facebook élőzök, aj, majd mit fognak rólad gondolni. Persze ez engem nem tántorított el, de attól még ki kellett valahogy jutnom a lakásból. Akkor átmentem a gyerekszobához, ahol egyébként ott kisebb ablakok voltak, és végig ilyen üveggömbök voltak, ilyen hógömbök, azokat minden utazásomról hoztam a gyerekeknek. És Péter ilyen agresszíven nyitogatta az ablakokat, hogy tessék akkor, menjél. És hát azok kis ablakok voltak, ott nyilván nem lehetett kimenni, de hát robbantak szét mindenfelé ezek a kis üveggömbök, amit azóta is nagyon sajnálok, mert azt a gyerekeknek hoztam. És amikor oda mentünk a bejárati ajtóhoz, az egy ilyen üvegajtó volt, és ott a rendőr már odaállt, és Péter észrevett, hogy itt egy rendőr, és akkor nyilván elkezdett máshogy viselkedni, úgyhogy ott nagy nehezen rávettem arra, hogy nyissuk ki az ajtót, és akkor viszont ő meg már futott a kocsihoz, mert a nővéreméknél voltak a Fodor utcában a gyerekek, ugye ezek útvölgyi út, és onnan még át kell menni a hegyen a másik oldalra, és igyekezett azt megakadályozni, hogy hamarabb jussak a gyerekekhez. Tehát ez így volt ez a reggeli jelenet, hogy gyakorlatilag egy nagyszülőkhöz a gyerekekkel elmenni, kicsit lenyugodni, az egy ilyen szürreális jelenetbe csapott át, hogy nem engedett ki az ajtón, nem engedett ki a szobából, és fenyegetőzött azzal, hogy most ő élőzni fog és kormányt buktat. Utána még a rendőrtől... De soha nem kérdezted meg, hogy miért lett volna jó, hogyha én elveszítem a munkámat? Ez most már a veszőparipám, mert úgy érzem, hogy ő neked valamiért rosszat akart. Úgy akart rosszat a saját férjed, hogy te erre nem adtál indokot? Ezt te azért kérdezed, mert egy racionálisan gondolkodó ember vagy, de szerintem az a probléma, ami Péternek van, az pontosan ezt kizárja nála. Ő egy olyan sorsrontó működési modellű ember. Tehát nekem erről majd később beszélhetünk, amikor fenyegetőzött azzal, hogyha ezt is ezt nem csinálom, akkor majd... tönkreteszi magát is, meg engem is, neki már nincs hova hátrálnia, tehát tönkretette a házasságát. De ez azt jelenti, hogy tönkreteszi magát, ez azt jelenti, hogy öngyilkos akar lenni? Vagy hogy teszi? Hogy ellehetetleníti magát, és akkor engem is. Tehát az a lényeg, hogy mindenki pusztuljon körülötte, hogyha neki nem jó, hanem úgy működik a világ, hogy ő akarja, akkor mindenki pusztuljon körülötte, ugye ez a működési modell. És ez azért nyilván
De miért lenne ilyet, amikor amikor olyan jó minden. Három gyereketek van, ott van egy sikeres felesége. Meg miért? Neki is jó volt. Neki is volt munkája. Nem tudom, szerintem a gőgje és a narcisztikus énképe az mindig nagyobb volt, mint az észszerűség benne. És sajnos mindig az győzött. És az összes újrakezdésnek is egyébként ez volt a kudarca, hogy a végén a gőgje mindig erősebb volt, mint az, hogy belássa, hogyha egy picit több alázat, tisztelet lenne benne, akár a gyerekei iránt, akár a kapcsolata, az élete, a rokonai, a barátai iránt, akkor egy sokkal boldogabb életet élhetne. Valamiért ő mindig elégedetlen volt, és mindig mindenkire irigy volt. És ez az irigység egy borzasztó gonoszságá fejlődött, ahogy előre ment a korral. Ezt a tudomány le tudja írni, ezt elolvastam, én ezzel nem tudok mit kezdeni, de én már nem akartam tovább így élni, amikor most 23-ban én úgy döntöttem, hogy akkor végig fogom csinálni. És nyilván akkor kezdődött az a fajta pokol, amit nagyon nem szerettem volna, hogy a nyilvánosság lásson. Ráadásul, Péter, és itt a mesteri elmének, a számító elmének, az empátia hiányos elmének a zsenialitása, hogy amikor például miniszterként különböző családos, blikkes interjúk jelentek meg együtt főzünk, meg karácsonyi fotózás, meg interjú egy konzervatív magazinban, azokat nem én akartam, azokat a Péter hisztizte ki, presszionálta a sajtósaimat, hogy már pedig akkor itt is így meg fogunk jelenni, és nekem, amikor le vagyok terhelve a sok munkával, amiről egyébként otthon nem szabadult azt mondanom, hogy fáradt vagyok, mindig azt mondta, hogy te nagy semmit csinálod oda bent. Mit csináltok ott a minisztériumban? Semmit. Ezért én már megtanultam arról sem beszélni, hogy fáradt vagyok esetleg. Hazamentem és szépen felvettem a kis kötényemet és főztem a vacsorát, és semmit nem mondtam arról, hogy aznap milyen nehéz volt esetleg. Szóval ez az egész helyzet, amikor már így felépült a 2022 őszét éljük, Akkor én már tényleg elhatároztam, hogy akkor ezt most végig fogom csinálni. Tehát végigmegyek a válás rögös útján. És ő akkor is azt mondta, hogy na majd röhögnek rajtad az emberek, hiszen itt van ez a szép családi idill, itt a nagy konzervatív hősnő, majd jól be fogsz égni. De ő nem akart volna elválni? Ez az, ő sosem akart elválni. Tehát ő azt mondta, hogy válj el. De szeretett téged? Ha maga mondjam. Én nem tudom, mit jelent a szeretet, mert ha a szeretet fáj, akkor az nem szeretet, ugye? És nekem az mindig fájt, amit tőle kaptam, de amikor arra volt szükség, hogy empátiát mutasson, akkor arra képes volt, mert ez volt a játszmának a lényege. És ezért borzasztó, és ezért maradsz benne 16 évig, mert tudod róla, hogy voltak időszakok, voltak hetek, órák, esetleg hónapok egybefüggően, amikor tökéletes volt minden. Tudod úgy is viselkedni. Csak amikor ennek utána olvasol, meg átélsz rengeteg lelki fájdalmat, és ilyen értetlen helyzetet, hogy miért bánt, ha elvileg szeret, akkor jössz rá, hogy nála ez egy eszköz, nála ez nem természetesen jön, hogy szeret a maga módján, vagy ha ezt így hívjuk, hogy a maga módján. Mert valójában ezzel is ő ilyen, mint az orgona regiszterei, azokat így állítgatja az áldozatán. És én is mindig ezt kérdeztem tőle, hogyha ennyire utálsz engem, ennyire idegesítelek, ennyire akadályozlak mindenben, ennyire nem bírsz elviselni, akkor váljunk el, keres magadnak egy olyan társat, aki mellett boldog tudsz lenni, de én nem akarom, hogy a gyerekek ezt végignézzék. És ilyenkor volt az, hogy lovak a gyeplő, vagy a gyeplő a lovak közé, és akkor válj el. És akkor egy passzív embertől nem lehet elválni, mert ott cselekményekre van szükség. Alá kell írni mondjuk egy egyességet, vagy el kell jönni egy tárgyalásra, el kell kezdeni beszélgetni arról, hogy akkor a gyerekek hogy legyenek, el kell kezdeni beszélgetni a vagyonmegosztásra. Hát aki már vált, az tudja, hogy az nem egy egyemberes munka, és ha a másik folyamatosan játssza a passzív agressziót, akkor ott aztán egy nagyon durva tortúra indul be. És én pont ettől akartam meghímélni a gyerekeket, ezért nagyon sok mindent én feladtam. Tehát amikor én 21-ben visszamentem, május végén hozzá, a sok fogadkozás hatására, a sok ígéret hatására, és annak ellenére, hogy a szüleim szinte sírva kértek, hogy gondoljam meg, mert nem fog megváltozni, és még rosszabb lesz. És amikor én visszamentem, én akkor, amikor elkezdődtek újra ezek a játszmák, akkor én Péternek mindig mondtam, hogy Péter, vigyázz a madárra, ha a válladra repül. Újra megkapod a lehetőséget, meg mi mindannyian megkapjuk a lehetőséget, hogy egy szép család lehessünk. Itt vannak ezek az egészséges gyerekek, hát más ember örülne annak, ha egy egészséges gyereke lenne. Nekünk meg itt van ez a három gyönyörű fiú, és mindenki csak arra vágyik, és én is csak arra vágyom, hogy engedd, hogy szerethesselek. Ne akarj minden nap megsemmisíteni. És hogyha neked problémád van, én itt vagyok, és fogom a kezed, és bárhova elmegyek. És együtt végigcsináljuk, az egész család azt akarja, hogy jó legyen. És ilyenkor esett a legrosszabbul, amikor így rám nézett, azt mondja, és akkor vedd már le a kezed rólam, de kb. Így.
Azzal az ilyen nagyon lelketlen, kegyetlen tekintettel, amit egy ember, aki szerettek, amikor gyerek volt, és tudja mi az, hogy szeretett, az nem tud feldolgozni. Én ezt nem tudom elmondani a magyar közvéleménynek. Ez is szörnyű, hogy egyáltalán nekem erről beszélnem kell, erről a pokorról. Jó, ezt a kaput nem te nyitottad ki, és azt, hogy a válásotokon sírtatok, azt sem mondtad el. Akkor még ilyen érzelmek voltak bennetek? Ja, Istenem, az meg megint a manipuláció, és látszik, hogy ő készül, mert ő készült arra, hogy majd egyszer az neki jó lesz, vagy legalábbis én ezt tudom feltételezni. Eljött úgy a vállóperre május 3-án, egyességgel váltunk, mindent feladtam, anyagiakban is borzasztó rosszul jártam, de egy bugyiba eljöttem volna igazság szerint. Meg lehet nézni a nyilvános vagyonnyilatkozatomat, hogy én hogy jártam a válással. De egészen a válás vagy a bontóper határnapjának a kezdő időpontjáig lebegtett, hogy egyáltalán eljön-e. Én már síkideg voltam, mert közben meg még ugyanezekkel a videófelvételekkel akkor már zsarolt, hogyha ezt nem kapja meg, azt nem kapja meg. De te tudtál azokról, hogy vannak a birtokában videó és hangfelvétel? Ő állandóan, hipotetikusan fenyegetőzött. Én arra számítottam, hogy egy olyan videót tesz ki, hogy üvöltözöm a gyerekekkel, mondjuk. De van nála videófelvétel is? Hát most tegnap bebizonyosodott, hogy van. Én tegnapi napig nem hittem el. Most mondta nekem, hogy vannak, de fenyegetőzött vele, de nem mutatta meg soha. És volt is olyan tiszta pillanata a válásnak ennek a pszichózisában, hogy tudod, hogy sose vettelek volna fel. Mert tudod, hogy csak már nem tudtalak már máshogy magam mellett tartani, már mindent megpróbáltam. Tehát ő így tud váltani a jó fiú és a kegyetlen terrorista személyiség között. És ebbe a hintába te bele gebedsz, és eljön a vállóperre, aztán, hogy eljött a tárgyalásra, virággal, mint egy bonviván, kedvesen ott üdvözölte az ügyvédeket, akiket azelőtt kamarai feljelentésekkel fenyegetett, a közös ügyvédüket, tehát elképesztő szürreális volt, és én akkor azt mondtam, csak legyünk túl rajta, mondja ki kétszer azt, hogy elválunk, rendben van, és akkor ugye ez egy nap alatt ma már Magyarországon hála a perjogi reformnak el lehet válni, hogyha van közös akarat, és akkor mondja a bírónak, hogy ő fel akar olvasni egy vallomást. És mondja a bíró, hogy ez nem szokás, úgyhogy nem szeretné, hogy nem igazán ide való. De ő akarja, de ő mindenképpen akarja. És akkor két ügyvéd is úgy nézett, hogy néztek rám, mondtam, hogy jó, akkor ha nagyon akarja, akkor olvassa fel. És ugyanaz a levél, amiből kb. 25-öt kaptam az elmúlt 16 év alatt, ami leírja, hogy én vagyok élete nője, élete szerelme. Na akkor ő már egyébként kiposztolta előtte, hogy az Evelinnel van, tehát azért is furcsa volt egy kicsit, ott a Facebookon volt egy ilyen romantikus, hogyha kinyílik egy, bezárul egy ajtó, kinyílik egy ablak. De hogy én voltam és leszek élete nője, leírta, hogy mennyit kérleltem, mennyit próbáltam jó útra téríteni, hogy mindenben igazán volt, hogy milyen jó anya vagyok, kb. Ilyen partizán interjús, jó Magyar Péter, jó férj. És én elsírtam magam, de nem azért, hogy meg elérzékenyültem. Ő nem. Én azért érzékenyültem el, nem azért, mert már akkor bármit is éreztem ez iránt, a nagyon furcsa ember iránt, hanem azért, mert a saját életem történetét, vagy 16 évünknek a küzdelmét, drámáját nagyon szépen, mert ahhoz fantasztikusan írt, nagyon jól ír. Olyan jó beszédeket is látjuk. És én akkor elérzékenyültem, és persze próbáltam küzdködni a könnyeimmel, de bekerült a jegyzőkönyvbe, és ez itt a lényeg, mert ez ravasz, tudja, mit csinál. Bekerül a jegyzőkönyvbe, hogy felperes, megható tartalmú levelet olvas fel, melyre alperes elérzékenyült. De ez nem baj. Bajnak nem. Csak most, amikor ezt úgy használja ő a médiában, meg minden, hogy miről beszélek én, nem volt itt semmiféle rossz házasság, hiszen sírtunk a bontóperen. Nem sírtunk, hanem ő ezzel a manipulációval elérte, hogy jegyzőkönyvbe kerüljön, hogy én elérzékenyültem. Ez ugyanaz, mint az összes több ilyen blikes családi idilt ábrázoló interjú, amiket egyébként ő rendszeresen sajátkezűleg írt meg, hogy minél jobb kép legyen, mert ez is egyébként a kapcsolati erőszaknak az egyik, vagy ennek a lelki bántalmazónak a nagyon jó módszere, hogy hogyan szigeteljen el teljesen a külvilágtól. Mert építette szándékosan, tudatosan azt a képet rólunk, mint hogyha mi valami tökéletes család lennénk. Én meg ugye nem kezdhettem azzal a miniszterként, hogy elnézést azért itt nincs semmi rendben, igyekeztem minél kevesebbet ezzel foglalkozni, de volt egy idő, hogy állandóan presszionált, mert kereste a lájkokat, alig várta, hogy napi 10 000 lájk legyen. És nyilván gyerekes képekkel tud az ember ugye lájkot, ezt látja ő is, hogy a politikában hogy lehet, vagy árulással, nagyon durva rogánozással, meg gyerekes képekkel. És akkor ott presszionált engem, hogy most ezzel mondtam, hogy most éppen rogánozik, és napi 20 000 lájkja van. Fantasztikus árulás, az nagyon szenzációs, csak éppen erkölcsi alapja az megkérdőjelezhető. És azért engem mindig belevitt egy olyan hétvégi helyzetbe, hogy ott vagyunk mondjuk egy hétvégi házba, vagy kiránduláson, akkor azonnal a gyerekek mosolyogatok,
álljunk ki, kép. És akkor mondom, hogy most már legyünk már túl rajta, csak menjünk már biciklizni, nagyon kérlek. És tudtam, hogy ha engedek, akkor nyerek 5 órát, amiben talán balanszban a család képes egy normális vasárnap délutánt eltölteni. De nem, mert utána ő megfogta, és azt várta, hogy hány lájkot kap. És amikor elmentünk színházba, emlékszem, egyszer a Víg Színházban voltunk, akkor már nagyon a végét jártuk, talán 22 ősze lehetett, a Pál utcai fiúkat néztük meg a gyerekekkel, és úgy mentünk így be, és én eleve utálom, amikor így az emberek így néznek, vagy hogy na, akkor ezek itt, mert ott az elég sok ellenzék járt arra az előadásra, és mondtam, hogy menjünk be, üljünk be a székbe, és élvezzük az előadást. És Péter, nem, itt most azonnal csinálunk fotót a színház bejáratánál, és kirakjuk a Facebookra. És akkor azt mondtam, hogy elég volt, és nem akarom. De persze büntetett, végig ott duzzogta az egész előadást, hogy milyen, nem is tudom, beszari vagyok, meg most béna a Facebookom. Ugye minden nap azzal tette tönkre a családi vacsorákat, hogy miután én azt mondtam, hogy nekem elegem volt ebből, és csak szakmai posztok, és nem akarom ezt a családi idilt, még ha presszionálsz, akkor sem akarom mutatni, mert ez hamis. Akkor meg a gyerekeknek azt kellett hallgatniuk este, ahogy ettük a húst, hogy micsoda debil sajtósaid vannak, hogy ilyen senkit nem érdeklő posztokat teszel ki, 80 lájkot kapsz rá, szánalmas, és hogy nem csinálsz semmit. És mondtam Péter, hogy én szeretnék dolgozni, szeretném az EU-s pénzeket például hazahozni, de már ilyet sem mondtam neki igazából, ezt magamban így lejátszottam, hogy oké, örjön ki magad, engem az sem érdekel, hogyha 2 lájkot kapok egy nap, mert én most már nagyon szeretnék a tárgyalásra koncentrálni. És ugye, amikor bejelentettem neki 23. január közepén elején, hogy itt a vége. Bocsánat, még azt hagyd tegyem hozzá a lelkiismeretem megnyitatására, hogy én amikor visszamentem hozzá 21. májusában, és beindult újra a terror, akkor nem mondtam neki szinte 2 hetente, hogy Péter, nagyon kérlek, hogy szedd össze magad, próbáld meg, hogy változz meg, mert ha én egyszer leváglak a lelkemről, én ezt a kifejezést használtam, akkor én már soha többet nem akarok se téged, se magamat, se senkit nem akarok már megmenteni, én már csak élni akarok. Szabadon. És nem fog érdekelni, hogy mivel zsarolsz, mivel fenyegetsz, én szeretnék most már tényleg szabad ember lenni. És könyörögtem neki, hogy vegye észre. Tehát úgymond az együttműködési kötelezettségemet én kimerítettem, mert előre jeleztem neki, hogy mi fog történni. És rengeteg időt adtam neki és esélyt. És a legkegyetlenebb az volt, amikor ezekre már csak egy ilyen gúnyos befelé fordulás volt az ágyban, vagy esetleg én rendszeresen kimentem, egyébként is a nappaliban aludtam már az utolsó hónapokban. Egyébként több ilyen időszakunk volt. De akkor így szépen lezajlott az a folyamat bennem, amit úgy hív a narcisztikusokról szóló szakirodalom, hogy az áldozat bemegy a saját sötét szobájába, és meggyászolja a kapcsolatát. És én eldöntöttem, hogy igen, most már nekem is látnom kell azt, amit mindenki lát körülöttem. Már így álltak a szüleim, így állt a környezetem, hogy Juditka mikor engedi el végre ezt az egészet a lelkében. És akkor én végre elengedtem ezt a lelkemben. New York volt az utolsó kegyelemdöfés, 22. novemberre eleje. Én befejeztem a hivatalos programot, és őszi szünet volt, úgyhogy a család kijött utánam, és utána egy pár napot együtt akartunk tölteni a szüleimnek, ez volt az ajándék még előző karácsonyra, hogy elvisszük őket Amerikában, mert még sose voltak. És ott vártam a családot, én, aki már hamarabb kiutaztam a New York-i reptéren, hogy akkor átrepülték az óceánt, és vettem egy új kabátot ott magamnak. Emlékszem, és ott álltam, hogy már biztos fogok tetszeni benne a férjemnek, és átrepülték az óceánt, és az első szava nem az volt, hogy szervusz drágám, de jó, hogy itt vagyunk, és élünk, és akkor hurrá irány New York, hanem az, hogy úristen, úgy nézel ki, mint egy trampli. És az egy olyan hideg kegyelemdöfés volt nekem, és persze végig duzzogta az egész New Yorkot, nem is azt sem emlékszem, hogy hol jártunk, mert vannak fotók is, amikor ilyen ki van sírva a szemem, nem tudom, fejük arcoló tetején. Végig csináltam, és azt mondom, hogy hazajövök is ennek. Én ebből valahogy kijövök. És akkor nyilván a karácsony még az ember túléli, meg nem akkor fog válni. De akkor megtörtént az, ami megtörténik az áldozattal, hogy újra elkezdi kezébe venni az életét. És a legfontosabb ebben, és ez tanács egyébként, meg nem is tanács, mert ez arrogánsan hangzik inkább. Inkább fontos tapasztalat, ami hasznos lehet nagyon sok olyan embernek, aki ilyen helyzetben van, hogy addig, amíg nincs neked legalább a családodon, édesanyádon, édesapádon, testvéreden kívül, még legalább 2-3 olyan szövetségesed a külvilágból, aki feltétel nélkül elhiszi azt, amit te mondasz, és nem kérdőjelezi meg, addig el nem mert kezdeni ezt a szabaduló harcot. Mert olyan ügyesen manipulálta a környezetet a Péter az évek során,
hogy még a legközelebbi ismerősök is, akinek egyébként napi szinten sírtam meg, meg mondtam el ezeket a furcsa lelki kegyetlenkedéseket, sem tudták azt egészen addig elhinni, amíg nem látták ők maguk is ezt az arcot. És egyébként ez a fajta árulás, amit most Péter megtesz a közösségével, a saját közösségével, a saját feleségével, a barátaival is, az most sok mindenkiben utólag lejti a tantuszt, hogy ja, erről beszélt a Judit, hogy ti nem látjátok azt a bennzajló egyszemélyes rémfilmet. És ugye ezért iszonyatosan szörnyű ez a helyzet, mert most én is, amiről itt beszélek, lehet nem garancia, hogy ezt bárki el fogja hinni. Majd azt fogják mondani, hogy ilyen-olyan túlzás. Azért, én azt gondolom, hogy azért köszönöm egyrészt az őszintességedet, de még van miről beszélni. Mert nyilván magánéleti szennyes kitelegetni az nagyon kellemetlen mindenkinek. De azt hozzáteszem, hogy muszáj valamit reagálni, a támadásokra ezzel egyetértek. Az időzítés nagyon rossz, mert hogy ezek a reagálások, ezek ugye akkor indultak el, amikor az emberek azt látták, hogy Magyar Péter elkezd politikai irányba kacsingatni, és egyre több ember tud maga mellé állítani. Viszont amennyiben te egy bántalmazó kapcsolatban éltél, akkor igenis neked kutya kötelességed ezt elmondani, és ha későn kezdted, akkor is jobb, mint hogyha bele sem kezdtél volna. Ami engem nagyon-nagyon megrázott, az a tegnapi második Facebook posztod volt, amire még ugye nem kaptunk választ. Ugye az első két posztodra azt mondta Magyar Péter, hogy nem is te írtad. Úgy tüntette fel, mintha ti erről kommunikáltatok volna. Szóval először is azt szeretném tudni, hogy te a Facebookon megjelent posztjaidat magad szerkesztetted, magad írtad, vagy van akinek a kérésére tetted ezt meg? Ez is egyébként a mintázatba illeszthető, hogy még ki se nézi belőlem, hogy ilyenre képes vagyok. Tehát rendszeresen egyébként engem becsmérelt, és a nőknek üzenem egyébként, főleg a baloldali nőknek, a kvótáért küzdő nőknek, hogy a szabadságharcos Magyar Péterüknek az a véleménye a nőkről, hogy nem valók a politikában. Engem rendszeresen becsmérelt, hogy hát, de ti nem vagytok rá alkalmas, vagy ti alkalmatlanok vagytok. Te is mit képzelsz, mit gondolsz? Nem érted az egészet. Velem így beszélt azok után, hogy visszamentem például hozzá az első válás után. Tehát ez is ide illeszkedik, hogy még azt se néznék ki belőlem, hogy én képes vagyok megírni egy ütős posztot. De te írtad a posztot. Persze, hogy én írtam. A második sőt az... azért ütős, mert a lelkemet írtam ki benne. A másodikban pláne, de a másodikban már nem csak verbális abúzusról írsz, hanem könyvdobálásról is. Az elsőben volt a könyvdobálás. Lehet, hogy az elsőben volt, de a második posztod is nagyon durva, amikor elkezdted felsorolni, hogy mi minden történt. Tehát a Facebook posztjaidban nem csak verbális abúzusról ész, hanem például könyvdobálásról, vagy arról, hogy a nadrágját a nadrág szícsatjával hozzávágta a hátadhoz, és te összekuporodtál. Szóval ezek nagyon-nagyon erős mondatok, de ez azt jelenti, hogy nem csak verbális abúzus volt a részéről? Hát amikor olyanná fajult a feszültség, az indulat, akkor volt ilyen ajtóhoz lökés, ajtó elé állók, az a személyes szabadság megsértése egyébként, illetve volt például ez is. Tehát én azért tényleg nem szeretik minden szennyest kiteregetni, de ez egész... De ezt leírtad? Ez egy frusztrációnak, ezt te írtad le, ez hogy... a frusztrációnak a folyamánya, hogy annyira felidegesítettem azzal, hogy nem szólaltam már meg. Meg mit tudom, én nem vettem fel a telefon neki, mert elegem volt egy állandóan számon kér, hogy hol vagyok, mit csinálok. Mert ez rendszeres módszere volt, hogy elmentem végre barátokkal társasjátékozni, és hívogatta a fiút, hogy na, mindegyik csajt felszeded? És kérdezte, hogy normális a férjed? És eljöttél ide társasjátékozni a kolléganőiddel, és akkor most ezt kell, hogy lázas a gyerek, nincs otthon tej, tehát így kaptam állandóan az SMS-ben az abúzust, amikor én végre eljutottam, hogy egy kicsit éljek barátokkal, a nem létező barátaimmal társaság életet. És annyira fejlegesítette, hogy ez mindig szerintem a saját tehetetlenségét, saját dühét jellemezte. És tegnap írtam a posztomban, hogy fel vagyok rá készülve, hogy a narcisztikus düh az pusztító, az kegyetlen. Tehát nem fogok meglepődni akkor, hogyha Péter, aki egyébként folyamatosan bizonyítékokat gyártott ezek szerint, esetleg amikor én meg elkezdtem üvöltözni, ideges voltam, és ötleg még mondjuk pofon vágtam, erről ő majd elkezd írni. De ez tudod olyan, amikor tűr az ember, mert bántják, és egy ilyen
Én egy egyenes szándékú ember vagyok, általában nincsenek hátsó szándékaim. Az ilyen nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogy miért ilyen irracionális velem valaki, pont a gyerekei anyjával. És ő majd biztos, hogy ezzel engem meg fog támadni. És majd hozza az egyébként olyan rokonai... De mit ér el vele, Judit? Te lemondtál, visszavonultál a politikából. Igen. Én úgy látom, hogy ő neki egy célja van, hogy a saját maga politikai karrierjét egyengesse. Ezt ugye az ő origója a kegyelmi ügy volt, amikor kiposztolta utána, hogy a bátor államférfiek nők szoknyája mögé bújnak, ez volt az antréja, aztán folytatta a Partizán interjúval. De Magyar Péter mindig Varga Judit férje marad. Ezt ne felejtsük el. Ő ezzel tud előre menni és előre menekülni. De az, hogy ez a dolog most már odáig fajult, hogy a ti életetek szappanopera lett. Borzasztó. Ez borzalmas, és ott van három gyerek. Igen, úgyhogy tehát nem tudom, hogy mi a jó, Judit, nem tudom, hogy mi a jó, hogy jól tette, de hogy reagáltál, nem tudom megmondani, de ezt meg nem folythattad magadba, ezt is értem. De a legfontosabb, hogy az emberek, főleg a nők, legyenek bátrak, és merjenek kilépni egy ilyen kapcsolatból, mint amilyenben te éltél. És nekem ebben az egészben az a legszomorúbb, hogy te, mint egy kemény, stram nő, aki ráadásul igazságügyi miniszter volt, 16 éven keresztül tűrtél, és csak most jöttél elő ezzel a történettel. De nem is akartam volna előjönni soha, hogyha nem kényszerít a hazudozásaival arra, hogy előjöjjek. Mert a családom igazságérzete, de a kollégák igazságérzete, akik ugyanúgy szenvedtek az abúzusaitól, azt mondták, hogy ilyen nincsen, hogy ez most eladja a világnak, hogy ő volt a támogató, jó férj, és hogy jó, hát persze, olaszos kapcsolat. Ezt borzasztó látni, ez az egyik. A másik, szerintem tartozom annyival egyébként a közösségnek is, a magyar embereknek, hogy azért elmeséljem a történetemet erről az emberről, aki most nagyon szép tömegekben manipulál, és eladja, hogy ő a nemzet megmentője. Ő, Magyar Péter, egy sértett ember, aki nem bírja elviselni, hogy a felesége annyi trükközés, annyi fenyegetés, annyi manipuláció ellenére képes volt otthagyni. Mert én tényleg képes voltam most otthagyni. De a munkáját egyébként ő elvesztette, vagy nem? Mert ezt tegyük rendben, nyilván erről neked első kézben vannak információid. Ugye Magyar Péter az első posztjában azt mondta, hogy ő nem asszisztál ennek a rendszernek tovább, és otthagyja a két állami megbízatását. Miközben később azt lehetett olvasni, hogy neki akkor már nem is volt, mert kvázi felmondtak neki mind az NBH-banknál, mind pedig a közútnál. Ez a fenyegetések number two, azt hiszem, tehát a kettes számú fenyegetés téma, hogyha elverik venni tőle ezeket az igazgatósági tagságokat, felügyelőbizottsági tagságokat, amik egyébként szépen voltak neki, gond nélkül, még akkor is, amikor ezt a videót készítette, sőt, azután még egyszer a Volánba is bekerült még a nyáron. És ugye miután ezek megszűntek, ő elkezdett ugye megijedni, hogy hú, ott akkor most fel kell kelni reggel, és elmenni dolgozni, és keresni pénzt. Nem lehet már csak így élni ebből a lehetőségből. És engem elkezdett telefonon, meg SMS-ekben fenyegetni. Ugye január 16-án hívották be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, és azt mondta, hogy na, behívtak. Hogyha most az következik, amire számítok, és elveszik ezeket a... Ő állásnak hívta szerintem ezek pozíciók inkább, mert nem kell bemenni reggel nyolcra dolgozni. Akkor itt már biztos, hogy neki nincs hova hátrálnia. És akkor majd megemlegetem én is, meg a gyerekek is, ami fog következni. Olyan de ezt telefonon mondta, vagy SMS-ben? SMS-ben, ezek megvannak. Tehát, megvannak az SMS-ek. Megvannak az SMS-ek. Nem kell megmutatni. Ő küldte, tehát nem én vettem fel titokban, csak szólok. Tehát ő ezeket leírta. De aztán én csinált, nem kérem, hogy megmutass. Így van. És csinált olyat is, hogy az volt a bekattanásnak a teljes mélysége, amikor a szignált ugye úgy állítgatta, hogy 3 másodperc, 6 másodperc, 5 másodperc. Tehát, hogy éppen csak az ember elolvassa, és így belenyilal, hogy éppen oda mit írt, hogy mit fog velem csinálni, de volt olyan, hogy a gyerek telefonján keresztül beszéltünk, mert én már letiltottam nagyon sok, tehát én letiltottam a telefonról, az SMS-ről, és csak a Facebook Messengeren tartottam nyitva egy kommunikációs csatornát, ahhoz, hogy a gyerekek tesi cuccait hol és mikor tudjuk átadni, tehát a gyerek átadás miatti technikai információk, mert kell egy csatorna sajnos, de mindent kihasznál arra, hogy ott fenyegessen. Ezért tiltottam le. Meg azt, hogy letiltottál, mint egy óvodás, mert ez is az a szóhasználat, hogy egy óvodás vagy. Nyilván ezt nem tudod igazságügyi miniszter létedre, meg ilyeneket mondott mindig, hogyha valami jogi szabályt nem ismertem. Úgyhogy akkor a gyerek telefonját vette el, és azt mondta a telefonba, hogy
hogy a mama tönkretette a papát, úgyhogy a papa most mindannyiunkat börtönbe fog juttatni, titeket pedig intézetbe fognak nevelni. A gyerekek teljesen megrémültek. Ezt mondta. Ezt mondta, igen, és hát ennél még durvábbakat is mondott bele a gyerek telefonjába, ezt így bele. Ez egy csütörtök este volt, és akkor utána megcsinálta ezt a 24. óra szignálcsoportot, amiben beletette a Gulyás Gergelyt meg engem, a Gergő azonnal törölte magát onnan, én fenntartottam magam, és akkor ott írta ezt le, hogy akkor most vár hétfőig, hogy mondja meg neki mindenki, hogy akkor őt miért akarják ellehetetleníteni, és ő még nem írta alá egyébként a lemondásait, amit egyébként kértek tőle. Tehát ezt elegánsan, nem felmenteni akarták, hanem elegánsan akarták vele közölni, hogy távozzon, de ez megszűnt. Ez a döntés megszületett, hogy Magyar Péter ott nem lehet a továbbiakban ezekben a pozíciókban. És ő ettől megijedt, hogy egyszer az életben most már neki akkor saját maga erejéből pénzt kellene keresnie, de akkor ő annyira bekattant ettől, hogy neki megszűntek ezek a beosztásai vagy pozíciói, hogy ugye fenyegetett, és akkor nekem ilyeneket írt, hogy még van még nem tudom 2 napom, nálad van az aduász, vagy pirosász, nálam csak Betlire jó lapok vannak, meg ilyen furcsa üzenetek. Én ezekre már semmit nem válaszoltam. De azt mondta, hogy akkor majd meglátod, hogy mi fog veled történni. És akkor ugye én még ki voltam. Én egy országgyűlési képviselő voltam, a Fidesz lista várományosa. Tehát azért ő tudott engem még megütni, és egyébként az ősz folyamán, mert ezt rendszeresen csinált a válás után is, mindig valami kellett neki, akkor fenyegetett ilyenekkel, hogy majd megüt. És mondta is az egyik közös ismerősünknek, hogy majd akkor fogom megbosszulni neki ezt, hogyha majd a lista élén lesz. Tehát akkor akart megütni, amikor a legnagyobbat tudja ütni, amikor majd ott vagyok mondjuk a kampány közepén, és mondjuk kihoz rólam egy ilyen videót, vagy Isten tudja, mit akart. Mert ezzel ő fenyegetett engem folyamatosan, de sosem mutatta meg nekem, hogy létezik-e. A narcisztikus düh, az is szakirodalom témája, nem tudja elviselni, hogy csatát vesztett, nem tudja elviselni, hogy a gazdatest levágta magáról ezeket az indákat, és egész egyszerűen ez egy szimpla, személyes bosszú. És amikor ő ezt a felvételt készíthette, akkor ugye valószínűleg akkor történt, ugye nem tudom a dátumát, de ugye a hangomból én arra következtetek, hogy én akkor egy nagy veszekedés után vagyunk, és én akkor már valószínűleg bejelentettem neki, hogy ugye válunk, és én próbáltam ugye csillapítani a hangulatokat, mert nekem az volt az érdekem, hogy minél hamarabb legyen egy tiszta egyesség, amiben én korrekt vagyok, én nem akarom a gyerekeit elvenni tőle, anyagilag is, ahogy neki jó, csak egyszerűen ez az állapot most már szűnjön meg. Már akkor túl voltunk az első válásunkon, amiből egyébként úgy jöttünk ki, hogy írtunk egy ügyvéd előtti egyességet, hogyha nem sikerül rendezni a kapcsolatunkat, akkor ezek szerint fogunk elválni. Tehát gyakorlatilag ez már csak egy papírmunka lett volna, miután kiderült, hogy mégse sikerült. És akkor ő már szépen úgy építette fel valószínűleg ezt a beszélgetést is, hogy jó lesz az még neki valamire. És amit írtam tegnap a Facebook posztban, a márciusi egyik szombat este, amikor egyszer hátborzongató volt azt átélni, hogy mosogatok ott a mosogatónál, mert még együtt kellett élnem, ugye, mert egy házban éltünk, és közben váltunk, ez is egy szörnyű állapot, biztos sokan vannak egyébként ilyen helyzetben, és oda jött hozzám, hogy börtönben fogsz megrohadni. És közben a gyerek kikiabált több szobából, nem tudom, az apjának, és mondta, jó, Rulika, jövök mindjárt. Hát megállt bennem az ütő, hogy beszélhet velem így a konyhában. És akkor kezdte el ezt, hogy neki vannak hangfelvét, és engem teljesen tönkre fog tenni, hogyha elmerek válni. És én, nyilván nekem tiszta lelkiismeretem, én nem követtem el semmilyen bűncselekményt, úgyhogy én fogtam, és felhívtam az ügyvédemet, kirohantam a házból, elmentem autóval ott a környező utcákba, mert nem bírtam ezt a sokkot felfogni, és akkor elmondtam, hogy mi van, és szinte üvöltött velem az ügyvédem, hogy azonnal költözz el onnan, mert ebben nem lehet így élni, meg fogsz hűlni. De nekem ez ment januártól márciusig. Hát volt ott öngyilkossággal fenyegetés, eljátszotta, mintha öngyilkos lenne, kihívatta a mentőket, mert ugye többszörű felszólítása nem volt hajlandó felkelni, és mondtam, hogy Péter, ha most megjátszod, akkor most kell fel, mert elindítok egy protokollt, és nem tudom leállítani, hogy jönnek a mentők. És mentőt kellett hívni. És nem szólalt meg, és csendben maradt, és ott volt egy ilyen szanaxos levél, úgyhogy már csak egy darab volt benne a 10-es levéle, nem tudtam, hogy most egyet vett be, vagy 9-et, vagy 8-at, tehát hogy ezt így nem kockáztathattam nyilván, ez alapvető emberi kötelesség, úgyhogy fogtam, felhívtam a mentőket, és hogy letettem a telefont, felkelt, mint egy ilyen Netflix sorozatban, rám nézett üveges tekintettel, mondd le őket, nem vettem be semmit. És akkor mi alatt a volt anyósommal, akit egyébként próbáltam bevonni, hogy segítsen, hogy a Péter most játszik-e vagy sem, ő ettől elkezdett nagyon ideges lenni, és vele beszéltem a telefonon, azzal nem vettem észre, kiment pizsamában, rávette a kabátot, ez február volt, lement a lépcsőn, és elszökött az autónkkal. És megérkeznek a mentők,
kiállok oda a kis otthoni ruhámban a három mentős tiszt elé, és mondom, hogy elnézést, de a paciens az elszökött autóval. És ilyen helyzetekbe hozott engem. És visszamentem, és a két kisgyerek, mert a nagyfiam akkor nem volt otthon, a két kisgyerek meg ugye ez csak így a szobából, meg az ablakon át nézte, hogy miért van itt mentő, mi zajlik, hogy zajlik, és borzasztó volt ezután visszamenni a házba, elküldtem nyilván a mentőket, amitán tisztáztuk a Pétert, elértük telefonon, ráadásul az én telefonomat vitte el, ez is borzasztó volt, hogy a mentős tiszt telefonjáról kellett felhívni az én telefonomat, szerencsére felvett, és akkor ő mondta, hogy küldjem el a mentőket, nem vedd be semmit. És akkor elküldtem, és ezek után én felmentem, és ott leültem a nappaliba, és ott elkezdtem zokogni, és a gyerekek nyilván nem értették, hogy mi a probléma, és akkor mondtam el nekik, hogy mi van, és mondták, hogy ezt már papa rég elmondta, hogy el akarsz válni. Tehát még azt is hamarabb osztotta meg velük, annak ellenére, hogy egyébként megbeszéltük, hogy majd ezt közösen mondjuk el akkor a gyerekeknek, amikor már a papírok rendben lesznek. Tehát ez az egész videó vagy hangfelvétel is hallatszik a hangomon is az a beszűkült állapot. Most utólag persze visszanézve nem kellett volna, még meg se szólalom, amikor ilyen provokáció közepén. Nyilván az ember nem gondolja azt, hogy a saját párja, szerelme, férje egy provokatív hangfelvételt készít a kettő közötti beszélgetésről. Azt mondtad, hogy 2020 őszén döntöttél úgy, hogy véget fogsz vetni ennek a kapcsolatnak. Hát amikor az első válási próbálkozás volt, ugye decemberre fajult el teljesen a helyzet, ott volt az ominózus rendőrségi jegyzőkönyv eset, és utána ugye én akkor külön költöztem januártól májusig. Én ezt úgy éltem meg egyébként a praxisomban, és ez is nagyon fáj nekem most, amikor látom a balosoknak az üvöltő hallgatását, hogy én nagyon sok áldozat segítő központot nyitottam, például 3 volt, mikor miniszter lettem, 17 volt, mire kiléptem, és azt mondtam, minden megyeszékhelyen lesz, már csak 3-at kell nyitni. Ez az egyik. Másrészt családjogi munkacsoportot működtettem, ahol nagyon sokszor személyesen vettem részt, és ott volt mindenki, még a balos szervezetek is, Patent, None, Hintalovon, a Sorosékat is oda ültettem az asztalhoz, mert azt mondtam, hogy szerintem itt mi mind jót akarunk. Mi mind azt akarjuk, hogy a bontóperekben a gyerekek ne szenvedjenek, azt akarjuk, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő nők vagy férfiak vagy öregek ne szenvedjenek. Itt addig nem menjünk ki ebből a szobából, amíg nem oldjuk meg ezt a problémát. Nagyon sok bíró szakértővel, ügyészekkel, gyermekvédelmi szakértőkkel, mert meg akartam oldani. Ráadásul jöttek a szörnyű esetek, a gyűri gyerekgyilkosság volt, a gyöngyösi gyilkosság, tehát hogy az egy annyira szerintem, és mondjam, igazságtalan, és most már ezt mondhatom civilként, közélettől távol lévő emberként, hogy engem vádoltak azzal, hogy szívtelen vagyok, meg azt mondtam az isztambuli egyezményre, hogy politikai hisztéria. Igen, mert a politikai része az egy teljes felesleges porhintés, hogy akkor abban beleerőltetnek mindenféle migráció támogató ideológiát, de maga a tartalom az a magyar jogrendszerben megvan, és hogyha én azt mondtam mindenkinek, ne az egyezmény ratifikálásától várják a mennyei megoldást, hanem a cselekvéstől, és én itt vagyok, és cselekedjünk együtt, mert én most éppen miniszter vagyok, úgyhogy a legtöbbet tudok nektek segíteni abban az ügyben, ami nekem is legalább annyira fontos, mint nektek a saját munkátokban. És ezt sokan értették. És úgy gondolom, hogy azok a szervezetek, akik nem politikai alapon foglalkoznak gyermekvédelemmel, vagy éppen áldozatsegítéssel, vagy nők elleni erőszak elleni fellépéssel, azok mind értették. És nagyon jó dolgokat csináltunk együtt. És most ugye látom a mai hírekben is, hogy majd kifiguráznak, hogy én mit mondtam az isztambuli egyezményről, látom azt, hogy nem is volt jó az áldozatsegítés. Meg hát látszik, csak az én példámon látszik, hogy mennyire összetett és bonyolult egy bántalmazásnak a lefutási görbéje, ahol a bántalmazónak nem az a logikája, hogy minden egyes atrocitás után, incidens után ő rendőrt hívjon. Mert nem megsemmisíteni akarja a partnerét, nem tönkretenni akarja a partnerét, hanem a családja és a gyerekei érdekében bízik az utolsó pillanatig. Hát meg fél. Nekem fél, van egy olyan történetem. De bízik azon, hogy egyszer bízik abban, hogy egyszer megváltozik ez a bántalmazó. Én Gödöllő laktam, amikor főiskolára jártam, és volt egy elég csinos lány, aki évfolyam társam volt, és hével együtt jártunk be. És emlékszem, amikor egyszer egy borús esős napon napszemüveg volt rajta. És kérdeztem tőle, hogy sírtál, vagy miért vagy napszemüvegben? Másom gondolni sem mertem, meg sem fordult a fejemben. És akkor ültünk a évben, és egyszer csak levette, és láttam egy monoklit. Hát ilyenről tudnék beszélni, ugye, amikor az Európai Parlamentben dolgoztam, akkor megtehettem asszisztensként, hogy minden mondjuk második héten egy nagyon durván kisírt arccal ültem be a kis monitorom mögé az irodából, csak a kolléganőm vagy épp a kollégám volt ott. Ők mind látták és tudták ezt a drámát. De amikor az ember előlép a közéletben és miniszter, akkor az a hivatalnak van egy méltósága. Úgyhogy hihetetlen energiáimba tellett az, hogy én azt a rémfilmet magam mögött hagyjam, és amikor reggel indultam dolgozni, akkor lezárjak mindent a lelkemben, és beültem az autóba,
és rögtön elkezdtem fókuszálni, és fókuszáltam, repkedtem ide-oda, és akkor, amikor jöttem haza, és kitett a gépjárművezető kollega a ház előtt, akkor annyit mondott már, főleg a Viktor mondta ezt mindig, hogy sok szerencsét, miniszterasszony, mert ő tudta, hogy ahogy megyek fel a lépcsőn vissza a házba, nekem elkezdődik egy másik élet, és ahhoz kíván sok szerencsét. Szóval még tényleg az ember ki tudná önteni a lelkét, mert az a reakció, ami most jön, az a kételkedés, az újra nagyon nagy fájdalmat okoz nekem, mert tudom, hogy ez az én igazságom, és ehhez az igazsághoz nekem legalább annyi jogom van, hogy elmondjam. Nyilván azt nem tudom garantálni, vagy senki nem tudja garantálni, hogy ezt mindenki el fogja hinni. Mert amikor látom a férjemnek a hihetetlen manipulációját, amikor volt egy nagyon jó egy nagyon kedves asztalos házaspár újította fel a konyhánkat. Ez a második próbálkozás, az utolsó nagy próbálkozás, az azzal kezdődött, hogy akkor újítsuk fel a konyhát, és akkor az új kezdet. És amikor átadták a konyhát, akkor már újraindult ez a külvilág számára nem látható hátsó. Én mindig ilyen szikének hívtam, hogy szikével ide vágott mindig az oldalamba. És az ember üvölt, csak azt látják, hogy üvölt, és nem látják, hogy valaki szikét szúrt. Tehát az már rég ment ez a fajta bántalmazás újra, és azt mondja nekem az asztalos cégnek a hölgy vezetője, hogy Judit, még csak egy valamit hagyj egyezzek meg, becsülje meg nagyon a férjét, mert nagyon szereti magát. És én akkor úgy éreztem, hogy most vagy elüvöltöm magam, vagy elmondok itt most mindent, amit most itt elmondtam például, persze ez sem minden, amit ma elmondtam, és azt mondtam, csak így ránéztem, megfogtam a kezét, hogy köszönöm szépen. Tehát, hogy annyira fájt ez a mondat, azok után, hogy tudtam, hogy egyébként azért van ez, mert Péter úgy mondta, hogy minden úgy legyen, hogy az én drága feleségem akarja, hol legyen a sütő, ott legyen az én drága, legyen az a márka, amit a Judit akar. Tehát olyan szinten tudta hozni azt a külvilág szemé, mindenkinek engem egyébként dicsért. Aztán hazamentünk, és elmondta, hogy micsoda debil voltál. Megcsináltam egy BBC interjút, vagy egy ATV interjút, és otthon kikaptam, hogy lejáratom. Tehát szerintem a BBC az egész jól sikerült, és ezért is sajnálom ezt az egészet, mert 6 év nagyon kemény munkája van ebben, amit én a szakmában igyekeztem szolgálni, és letenni az asztalra. És amikor engem megállítanak mondjuk a hegyvidékbe vásárlóközpontban egy idős asszony, és azt mondja, hogy maga az a nő, aki olyan jól elküldte ezt a BBC-s embert melegebb égtájakra, vagy nem is tudom el, hogy mondta, de nem arra emlékeznek, hogy kitettem a gyerekes posztokat, hanem arra, hogy szakmailag valamit képes voltam teljesíteni. És nem árulással teljesítettem, hanem nagyon, nagyon szorgalmas, kitartó, becsületes munkával. És Magyar Péter most ebben a dühében és bosszújában ugye ezt veszi el tőlem, hogy erről kell szóljon most a közélet. És ez egy szörnyű károkozás még nekem így utólag is, és ő ezt nagyon jól tudja. És lesznek még csalódások, mert vannak olyan ismerős családok is, velük egyébként személyesen is beszéltem, akik kimentek a Péternek a március 15-i rendezvényére, úgyhogy egyébként a hölgyek azokból a családokból tudták, hogy én mi megyek keresztül. Hát gyakorlatilag az öngyilkossági jelenet után pont velük mentem délután egyébként ki, mert a gyerekekkel le volt szervezve egy játszóház, szürreális volt, utána elmegy a mentő, ott vagyunk a drámában, és utána jó gyerekek, akkor öltözzetek fel, megyünk a játszóházba, és nekik sírtam ott ki magam, hogy mi történt velem épp aznap délután. Tehát láttak nagyon sok mindent. De még ezek a közelről látó emberek sem tudnak mindent teljesen felfogni és elhinni abból a drámából, amit bezárt ajtók mögött egy kapcsolat erőszakban lelkileg és testileg, de azért hangsúlyozom, hogy a lelki bántalmazás sokkal fájdalmasabb, ilyen szempontból sokkal pusztítóbb ember átél. És utána azt mondják, hogy jó, de minket nem érnek el, de olyat mond, amit hallani akarunk. Igen, ez most egy picikét faramúci helyzet, mert úgy látom, hogy az ellenzékből vagy a kormánypártokból kiábrándult emberek, ők most látják a fényt az alagút végén, és azt gondolják, hogy Magyar Péter lehet a messiás, akinek egyébként nincsen politikai tapasztalata, de amint hallottam tőle, nem is kell. De azért én zárójelben jegyzem meg, hogyha csak megnézzük a Horn kormányt, Medgyessy kormányt, vagy Orbán Viktor kormányát, azért szakemberek vannak mindig a pártvezetők mögött, tehát azért a gazdasági minisztertől a külügyminiszterig, tehát azért fontos szerintem, hogy szakemberekben is gondolkodjon egy leendő államférfi, vagy aki egy államférfi aspiráns, vagy egy vanabi államférfi. Meg ne árulásra építsen. De én azt gondolom, hogy semmiképpen, semmilyen körülmények között nem áruljuk el azt, akit valaha szerettünk. Hát ez, ráadásul, tehát
ez a hihetetlen aljas manipuláció, mert most az embereket ő megvezető, nem azért állott a pulpituson, mert ő ezt akár fél évvel ezelőtt is így gondolta volna, hanem azért, mert én nem hagytam, hogy zsaroljon, és ő most bosszút áll. És ő most beváltja azt, amivel fenyegetett. Ha merek beszélni arról, hogy milyen volt a kapcsolatunk, hogy ő ki valójában. Ha nem helyezem vissza ezekben a nagyon jó kis pozícióban, nem mondok néhány jó szót az ő érdekében, akkor ez is ez fog történni. Tehát Magyar Péter nem azért van ott, hanem azért, mert én nem voltam hajlandó engedni a zsarolásának, és most bosszút áll. De hogyha egyébként én engedtem volna, akkor ő továbbra is élne szépen ezekből a pozíciókból havi több mint 4 millió forint nettó fizetésért. Ez egy furcsa erkölcsi alap azért szerintem, és ráadásul amivel ő most hirtelen szabadságharcos hősnek állítja be magát, az pedig annyi csak, hogy elárulja azokat, akik gyakorlatilag eddig minden jóval, szeretettel, anyagi lehetőségekkel ellátták. Neki nem kellett még meg se köszönnie, csak annyit kértünk, hogy legalább ne rúgj belénk. Nem, az a szomorú, hogy elárulja azt, akivel együtt élt, és akit valaha szeretett téged. Hát igen. Ezért is írtam tegnap, hogy megpróbálja az embernek még talán a hitét is. Egyébként elképesztő mennyiségű üzenet árad rám, talán még több, mint amikor lemondtam február 10-én, vagy visszaléptem a közélettől. És tehát, ha valamikor elérzékenyül az ember, az amikor tényleg olyan emberek írnak, akik úgy kezdik, hogy lehet, hogy nem is emlékszel rá. A brüsszeli Magyar Házban voltam én is ott mindig a misén. És csak azt szeretném neked mondani, hogy... És látszik, hogy ez, ami most történik, ez más együttérző emberekben is fájdalmat okoz. Ez tényleg fáj, és sok ember keresi a választ, hogy miért történik ez velünk. De én most hallgatom ezt a történetet, és annyira fura, hogy neked most itt magyarázkodni kell, és még így is lehet, hogy az emberek nagy része nem fogja elhinni. Hanem azt fogja hinni, hogy bennünket Rogán Antal irányít. De tudod, mi a fura? A másik, hogy én úgy érzem, hogy te most mindent elvesztettél. Tehát oda lett a politikai karriered, oda lett a házasságod, tehát neked nulláról kell építkezned most. Mihez fogsz kezdeni? Én meg úgy érzem, hogy egy nagyon boldog ember vagyok, mindezek ellenére. És ez is szerintem egy jó üzenet, hogy van kiút, mert újra visszanyerni azt az énemet, aki voltam azelőtt, hogy ezt a szörnyeteket megismertem volna 25 éves koromban, az egy fantasztikus élmény. És már egy éve élünk külön, mert ugye márciusban volt ez az ominózus, gyakorlatilag kimenekültem az életemből. A gyerekeimmel már most látom azt a hihetetlen csodás változást, főleg a nagyfiamon, aki egyébként azóta nem hajlandó az apjához visszamenni lakni, még egy hétre sem. Néha én kérem, hogy tartsa a kapcsolatot és menjenek el ebédelni, de az is mindig konfliktusokba fullad. Hogy a gyerekeimen zongorázni lehet a különbséget, hogy látják most már, hogy mama egyébként kicsoda. Hogy mama egy nyugodt ember, nem aki állandóan vagy sír, vagy hisztizik, vagy otthon üvöltözik, mert nem bírja elviselni ezt a terrort, hanem mamának van egy szeretetteljes milliója a saját életében. Ez az egyik nagyon fontos dolog. Politikai karrier az a számomra mindig inkább a szolgálat felől volt megközelítve. Nem úgy keltem fel 18-ban, meg 19-ben sem, hogy akkor ide nekem. Én nem Magyar Péter típusú vagyok, hogy én nekem elemi jogom miniszternek lenni. Egész egyszerűen csak végeztem a dolgomat, és elém jött ez a lehetőség is. Kimondan a nemet Orbán Viktornak, hatalmas megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviselhetett Brüsszelben a tárgyalásokon. Úgyhogy ez egy életszakasz volt, és továbbra is azt mondom, hogy ez minden nehézsége ellenére, minden aljas támadás ellenére egy fantasztikus életrész volt számomra. De mivel nem a vörös szőnyegért mentem, és nem a stallumokért, meg a fantasztikus felhajtásért, hogy hátul ülhessek én is az autóban, és valaki vezesse azt az autót helyettem, hanem a szolgálatért, ezért ilyen szempontból nem érzek semmi csalódást. Úgyhogy ez az egyik. A másik rész, hogy végre van egy olyan életidő most, amikor talán arra is jut, amire eddig soha, például a gyerekkori vágyok, álmok kiteljesítése, úgyhogy beiratkoztam egy asztalos képzésre. Úgyhogy, asztalos képzésre? Igen, úgyhogy ha ez az egész őrület, amit most zajlik, engedi azt a szabad szellemi kapacitást nekem, hogy tudjak most már tényleg a fafajtákkal foglalkozni, mert a múlt héten kezdődött, és egy évig tart, egy bő egy évig, és fogok kapni, ha jól csinálom, egy középfokú szakmai képesítést, és én szeretném komolyan venni ezt a dolgot. Én mindig félig praktikum, félig szellem voltam, és most úgy érzem, hogy van időm az életben a praktikummal is foglalkozni, sokat barkácsoltam gyerekkoromban, mind a mai napig most éppen... És komolyan azt fogod csinálni? Meglátjuk, hogy mire megyek vele, hogy képes leszek-e, de sok ismerősöm ment végig egy sikeres pályán,
Úgyhogy előtte Fehér Galilos munkát végzett, és aztán azt mondta, hogy elég volt, hogy nincs eredménye annak, amit csinálok, mert ott a nagy tagállamok a tárgyaláson ott úsznak. Én szeretném látni, hogy mi az az eredmény, amin dolgoztam. És talán ezt az élményt meg fogom kapni, úgyhogy ez egy ilyen terv, és nagyon boldog vagyok egyébként a magánéletemben, mert az is látom, hogy lehet úgy is élni, hogy nem bántanak, hanem egész egyszerűen csak elfogadnak és szeretnek. Úgyhogy azt nagyon sajnálom, hogy a magyar társadalomnak, az én személyes, a mi személyes drámánknak részévé kellett válnia. Ez sajnos Magyar Péternek a tevékenysége hozta elő. De úgy gondolom, hogy ha ez már így alakult, és nekem ebbe a nagyon kellemetlen helyzetbe kell kerülnöm, akkor talán az, hogy én elmondtam a történetemet, talán sok mindenkinek tudok reményt adni. Biztos, hogy mindenkinek iszonyatosan nehéz, és én szerintem nekem a könnyebbik fajta szenvedés jutott, hiszen nekem mindig volt arra lehetőségem, hogy például saját egzisztenciát fenntartsak. És azért ez nem mindegy a kiválásról való döntésben, hogy a semmibe ugrok-e ki, vagy lesz betevőm akkor is 3 gyerekkel. És most már csak a szeretetre koncentrálok, és most már hagyják is, hogy a szeretetre koncentráljak, és egyetlen életcélom van, hogy a 3 fiamat megtanítsam szeretni. Szeretetet adni és szeretetet kapni. Ez egy fontos képesség, és nem mindig jön magától, és ezen dolgozni kell. Azt szokták mondani, hogy hallgattassék meg a másik fél is. Mi most meghallgattuk a másik felet, és köszönöm szépen az őszinteségedet. Ennyi volt már a Frisbee különkiadása velünk, legközelebb jövő héten pénteken találkozhatok, akkor jön a Beköltöző Hajdú Péterhez. Sziasztok, jó éjszakát kívánok!